és uraim, ez itt a Morning Show. Hat óra múlt pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello vakontársak, hello Jani. Hello Feri. Merre vagytok, fiúk? Ahú, ez már nem vicces. Hapci, morgó. Ha gyerekek, hát igen, szóval, hogy sok helyen voltunk már, most már ott vagyunk, hello. Ja, szóval, hogy sok helyen voltunk már, így van, levegőben, víz alatt, víz fölött, útközben, szóljatok, ha kihagyok valamit, repülő tetején, helikopteren, sárkányrepülőn. Igen, bum-bum finish befejezéssel. De egy helyen még nem a föld alatt, mindez idáig, mert hogy már is ugye elindul az ásás, és mi pedig már itt ülünk lent, a kis, hát nem mondom, hogy konténerünkben, mert hogy ez annál sokkal szebb, egy ilyen jövőből jött, nem is tudom, high-tech konténerben. Ugye? Az már önmagában nagyon szép, hogy lent vagyunk, én szeretnék meg kint lenni 9 óra felé, szaktársak hajrá odakint. Egyébként gyönyörűen megcsinálták tényleg a konténerünket, külső-belső dizájn, a külsőt azt nem tudjuk, mert nem látjuk, de a belső az nagyon jó. Kint a kordonnál már rengeteg néző van kint, köszöntjük őket, köszöntjük a piros balonkabátos fiatalembert, a másik piros balonkabátost is, hátul a fekete fejfedőben, a szőkehölgyet is, a prémgallérral, a drapkabátos úriembert, aki nagyon magas és kitakarja a fél kerületet. Jó, nem mondd végig, ja. Nem mondd végig, mert már most nagyon sokan vannak. Csak hogy érezzék, hogy itt egy élő adásról van szó, természetesen nem pedig felvételről megyünk. Meg hogy látjuk őket és rajtuk tartjuk a szemünket. Hello, drága ások! Üdvözlünk mindenkit, számocskával vagytok ellátva. Jó, most ha az jön, hogy ásókák, akkor az nem lesz. Hello, jó. Drága ások, ti ne is várjatok semmire, jó? Azonnal álljatok neki, kezdjétek el, beszéljétek meg a munkamódszert, szerintem osszátok le. Ott vagyunk, alattatok, arra gondoljatok, jó? Egy nagyobb-nagyobb lapát vagy csákány mozdulatnál Jani koponyája nem annyira szereti, tehát csak finoman. Tessék leosztani a menetet, tessék majd leosztani, hogy kitalicskázik, hogy csináljátok, ha valaki elfáradt, pihenjen. Szóval, hogy egyelőre még messze vagyunk egymástól, de az ásás már elindult. Gyerekek, olyan lendület van, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Mindenki egy ilyen fehér színű kis munkavédelmi ruhában van, sisakkal, az ötös számú talicskázik, hajrá, és most 6-kor, nyilván még a lendület megvan, meg nagyon akarod, kíváncsi leszek, hogy 8 után mi lesz, de most úgy ásnak, hogy öröm nézni. Hihetetlen, jó, mondjuk mi ezt minden nap látjuk, hiszen mellettünk épül az Üllői úton egy futballstadion, és olyan gyorsan még semmi sem épült, de egyébként tökre meglepődtem rajta, hogy ők az ások, mert azt hogy végre tudományos alapokra kerül ez a chemtrail dolog, és valaki, akiért is hozzá elkezdett vizsgálódni, de nem, akkor ezek szerint ők a mi ásóink. Ők a mi ásóink, így van, mi pedig ugye itt ülünk alattuk. Nagyon komfortos ez itt lent, nem? Tehát mindent látunk, ami lent történik. Itt áll mellettünk az autó, egyébként innen fogunk majd a fényfolyosón keresztül, kimenni. Igen, egy ilyen hosszított konténert kell elképzelni, most látszik az autó, és egyébként mondom azoknak, akik kint vannak, ezért ásnak, ezért dolgoznak, ugye a Chevy Trax itt áll bent. Egy nagyon vékony, finom anorexiás ember tud majd beleülni és kivezetni azon az alagúton, mert hogy ugye hát bajban vagyunk, hát én nem férek szűkös be. A hely. Te, nem. Én, te is megszorulnál egy bizonyos testrészednél, a Jani meg nem tud vezetni. Tehát, hogy mi nem bírjuk kivinni a kocsit, ez biztos, de majd valaki kiviszi. Egyébként utoljára Dustin Hoffmanon láttam ilyen ruhát a vírusban, vagy mi volt az a film, tudod. Amikor keresték a motavát. Igen, a motavát, a majmot, ők voltak ilyenben. És már halljuk is az első koppanásokat, az ajtónál, jó, ez még egy korai. Kicsit hamarabb ideértek, tudnak valami kerülő utat. Hármaska ássál ám, nagyon rendesen. Gyerünk. Na, a hármaska belehúzott, látod? Jó, ide kíváncsi lennék, igen. Hogy most mit mondott, azt elmésztem. Miért nem mész anyádba, hogy itt hármaskázol engem? Viszont ötöskének a technikája nekem nagyon tetszik, mert hármaskához dobja. Igen. Nagyon jó, egyeske, aki szemüvegében nagyon-nagyon-nagyon szépen, folyamatosan ás, kicsit nevet és integet. Hello, látunk el benneteket, ásatok. Figyeljetek, az a lényeg, hogy baromi gyors a mozgás, ennek az lesz a vége, hogy 7 órára elfáradtok. Tehát nem kell kapkodni, szépen, nyugodtan ásatok. Előbb-utóbb úgyis mindenki elfárad, de ha látjuk esetleg, hogy kezdtek kicsit megrogyni, akkor van segítség. Így azt van. A segítséget nem adjuk ingyen, de tudtok majd segítséget kérni. Jó? Meg hát ugye ti is láttatok már nyilván nagy állami beruházásokat, tudhatjátok, hogy amíg ti nem dolgoztak, addig valaki fog. Így van, úgyhogy tessék csak nyugodtan ásni. Ha már mi halljuk az ásó koppanásokat, vagy a föld darab pergését, vagy hullását, akkor szólunk, hogy jó helyen vagytok. Igen, ha viszont nagyon korán van, akkor majd szólunk, hogy egy kicsit arrébb ásatok, aztán mégis visszaküldünk benneteket ugyanoda.
Vicces lenne, és a végén ott tartánk, hogy 9-kor lássanak 16 méter, és sehol nem vagyunk. Igen. És kiderül, hogy kint vagyunk valahol egyeken. Bors, srácok. Eltájoltuk. Egyébként nagyon sokszor mondtuk már, de most is érdemes elidőzni egy kicsit a gondolaton, hogy ezek között a nagyon kedves hallgatók között ott van már egy ember, aki ezzel az autóval majd eltávozik a nap végén. Érdekes, igen. Ő már ugye tegnap is autótulajdonos volt. Ma már úgy kelt föl. Tehát alapjából még nem sorsoltunk, de a nyertes már megvan. Hiszen már tegnap is megvolt. Tegye föl a nem ásó kezét, az az ásó, aki úgy gondolja, hogy ő fogja megnyerni az autót. Mindenki fölteszi a kezét, de drágák. Nem tette föl az... Ötöske nem hisz benne. Nem. Ő annyira... Ő ásó. Megvan az első ládánk. Megvan az első ládánk. Hoppá! Mutatom, hogy már megérkezett az első. Ugye több ilyen ládánk is van. Egyrészt a kulcsok ebben vannak. Másrészt pedig ajándékaink is. Vannak ilyen 50 ezer forint értékű ajándékok. Ezek is ebben vannak elrejtve, hogy most mit találtuk, sose fogjuk megtudni, mert a ládát elvitték és megsebbisítették. Igen, azokat azonnal elveszik az ásoktól. Ugye 3 Trex családi hétvége tesztvezetésünk is van, 6 darab 50 ezer forint értékű utalvágyunk, a Spar, Vapiano, Gap, Butlers, Deichmann üzleteiben, ott is lehet ezeket szépen elkölteni. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz kis erekék vannak igazából. Kettes ilyen kis mindenféle hidraulikus kotrógép makettek, meg lánctalpas, meg nem tudom. Szóval, hogy ezekért is érdemes ásni. Ugye, ha valaki kulcsot talál, az lesz majd az érdekes. Főleg a többet. Illetve, mert akkor csak egyet tarthat meg, a többit oda kell adni. Ennél érdekesebb csak az lesz majd, amikor azokat a 42 mintájú vécsei kézigránátokat megtaláljátok. Igen. De valami... az a baj, hogy ezt mi is megérezzük, ja. Arra rákopít, úgyhogy szerintem ezt hagyjuk ki. Egyébként van egy ilyen full bunker feeling ennek az egésznek, tehát nekem egyébként nagyon szimpatikus a hely, tehát hogy így amikor például picit tartottam tőle, hogy mondom, mi lesz, hogy lesz, szűk lesz, nem lesz szűk, nem lesz elég levegő, nagyon hideg vagy éppen nagyon meleg lesz, és olyan kis komfortosan berendezték a Gyuláik ezt a helyet, hogy hihetetlen. Most komolyan mondom, hogy jobb, mint az otthoni kecsonk. Ezt akartam mondani, hogy most ez jó, hogy te beköltöznél. Ez egy komfortfokozattal egyébként jobb, mint az előszobánk. Ez így most megmondom neked, hogy ez egy ilyen 40, sőt, ez egy ilyen 40-50 négyzetméter körülbelül. Teljesen 40 korrekt. Biztos van. Anya költözik. Igen. Jó hely, város, belváros. Minden közel van. Mert itt van a metró, 2 megálló és bevásárló központ. Tök hamar benn lennék. Na, és ha kilátás kell, akkor fölmész. Na bum, hát most itt nem lehet minden, de tényleg jó. Jó. Szőnyegpadló, nem olcsó a szőnyegpadló, csak mondom, amit lehettek, úgyhogy jöhettek nyugodtan. De vagy. Van vajon műszakvezető? Kialakult már egy hierarchia az ások között? Van megmondó ember? Hogy látod, aki azt mondja, hogy na, ott, inkább ott társatok? Én egyelőre nem, még azt látom, hogy még nincs szövetkezés. Tehát egyelőre mindenki ás, senki nem szól senkihez, de még nem álltak össze. Valaki talicskába dobálja, van, aki mellé dobálja. Minden esetre azért a mozgás pillanatok alatt nagyon lelassult, azt láttátok? Tehát 10 perce beszélünk, reggel nagyon ástak, vagy 10 perc ezelőtt, most már azért jóval lassabb a mozgás. És biztos, hogy valamilyen technika már akarva akaratlan, és lehet, hogy egyébként meg is beszélték, de kialakult, mert hogy van az ások között egy hatalmas földkupac, ami nem akar eltűnni. Ott valamiért senki nem akar ásni. Lehet, hogy ott van valamiféle kis, hogy hívják, ilyen nyílása, vagy nem tudom, szerkezete, vagy ne, oda ásták a heteskét, hogy nehogy megnyeri az autót. Nem, ott szólt a gázművek, hogy ott nagyon ássanak meg. És az elműnek se tetszene, igen. Fontos, hogy ki merre ás, ugye, mert hogy meg kell találni azt a kulcsot, ami nyitja a sevit. Na most, ha te rossz helyen ásol, és nem találsz egyet se, akkor maximum majd kapsz attól, akinél több van. De jobb, ha mégis saját kezedbe veszed a sorsodat, és úgy ásol, hogy lehetőleg te találd meg azt a ládát, amiben az a kulcs van, ami nyitja a sevit. Mert a végén, akinél több láda van, az majd el kell, hogy kezdje elcserélni saját belátásuk szerint. Hopp, még egy ládát hopszi! Talált, hoppá! Na, alakul a dolog. Megvan a láda. Nem ólom volt. Írjuk benne. Rá hatoska. Hatoska, ne dobáljuk azt a ládát, jó? Nem tudjuk, hogy mi van és benne. És nézd meg, már megy a marketszolás a kollégák között. Mi lehet benne? Ki veszi át? Igen. Ki lesz? Tegyél bele valamit. Mindegy, annak lesz volt. Tegyél bele földet. Igen, szóval a lényeg, hogy lehet, hogy már most megvan maga a kulcs. De hogy ez semmit nem ér, ha nincs kiásva az autó. Bizony. Ez egy összetett dolog. Már én sértem. Az nagy baj. Annyira bonyolult, annyira durva, már én sem tudom, hogy miről van szó. Na mi van, hogy aludtatok, ki mit vacsorázott, mi újság van? Babot és káposztát, majd mindjárt érzed. Kezdem magam rosszul érezni a villódzó fények miatt. Igen, az nálad mindig heves rohamokat vált ki. Ja, gyerekek, én teljesen nyugodtan aludtam el, nem is jutott eszembe ez a dolog, semmiféle félelmem nem volt. Hoppá, mi az? Hoppá, egy kulcs! Egy kulcs! Közben!
Fordulj meg nekünk, hogy lássuk a számocskádat. Úgy, várjál, úgy, még kezed? Egy kicsit fordulj meg, teljesen fordulj meg. Háttal, háttal, nem úgy. Oh, ne, hatos! De ez hatoska. Az a kulcs vajon? Nagyon vigyázz arra a kulcsra. Nagyon vigyázz arra a kulcsra. Megvan tehát egy ne, kulcs. Ne, ne, ne add ki a kezedből! Mondtuk, hogy senkinek ne adjátok oda. És egy promóciós munkatársunk már nagy eséllyel indult az autóért folytatott harc. Anita már lehet, hogy boldog autó tulajdonos. Szóval, hogy teljes nyugalom volt bennem. Én valahogy nem izgultam ettől, vagy nem féltem, hogy le kell jönni a földön. Hát egy kicsit álmatlanul hánykolottál, és hát, nélfőriadtál? Nagyon picit bíztam benne, hogy azért csak-csak meg tudjunk bundázni ezt a dolgot, és én megyek haza az autóval, de szerintem nem ez lesz. Nem. Feri, hogy aludtál? Én mint a húzat vagy, igen? Nem tudom, mit szoktak ilyenkor mondani. Tegnap este nálunk voltak az apósomék, az ugye mindig kellő alapot biztosít arra, hogy nyugodtan tudjál aludni. Beálmosított anyuka az öreg. És tündérek, úgyhogy ők egy kicsit ott voltak, még a gyerekeket meg kell gyurmázni, és aztán szépen lefeküdtünk, majd 5 perc múlva megérkezett Panna, hogy ő neki pisilni kell. Mondtam, hogy ezt már nagylány vagy, intézd el. Elintéz, visszafekszik. 10 perc múlva megérkezik, apa kakilni is kell. Mondom, drágám, mi van, mert hogy ilyenkor nem szoktunk ilyeneket csinálni, vagy hát te legalábbis, hogy mi a probléma. Nem szoktuk megengedni, hogy velünk aludjanak, meg nincs is rá igény, van nekik saját szobájuk, és mondta, hogy most ide feketek. Na mondom, egyszer. Tehát kinyújtott karral így elgémberedve aludtam egész este, és ő mondta, hogy neki ezek azért vannak, mert ő pszichésen van terhelve, mert az édesapja. Milyen szavakat tud? Hát az jó, ezt most nyilván tettem hozzá, de és hogy itt vagyunk lent, és emiatt. De és rizgul, olyan aranyos volt. Mondtam, hogy ha baj van, akkor viszont nagy mennyiségű biztosítási pénz érkezik, csak anyáddal vigyázz el, hogy el ne költse az első héten egy boltban táskára. Nem tudom, hogy mennyi pénz érkezik, mert hogy most azért ellentétben a repüléssel nem toltak az arcomba dokumentumokat. Mi? Csak nincs biztosításunk. Jelen pillanatban vagy valaki aláírta, és az évszázad biztosítási csalását készülnek elkövetni ellenünk, hogy 8 órakor beomlik a stúdió, és valaki felveszi a 40 milliót. Jani minden nap metrózik, neki ez nem újdonság, a föld alatt van, miért biztosítanak, ha bár egyébként ugye a BKV biztosítja az utazó közönséget, tehát hogy ez alap módon benne van egyébként a bérletednek az árában, tehát én ott is folyamatosan biztosítva vagyok. De az ide nem érvényes. Nem. Aha. Nem, mert nem mozog. Egyébként a Vitézi meg örüljön, mert ahogy az ásóink ásnak, lassan kész a 4-es metró. Így tehát, van egy újabb állomás. Gyerekek. Egy köztes kiszálló. Igen, ezért nekünk valamivel jön a BKK. Hopp, és egy kabátot talált valaki. Igen, és egy koponyát. A helyzet kettős ugye, mert ásóinknak melege van, és egyre fáradtabbak, míg akik egyébként ott kint áldogálnak a helyszínen, ők ugye fáznak, és hát ez egyelőre nem is fog változni, viszont érdemes idejönni a helyszínre, ugye Ferdinánd. De közeleg a tavasz. Igen, Ferdinánd. Hoppá! 9-eske is a kulcs! Még egy kulcs. Gratulálunk. Még egy kulcs. 9-eske is talált egy kulcsot. Szóval, hogy érdemes idejönni a helyszínre, a Veszter mellett vagyunk ugye a Ferdinánd híd lábánál, mert hogy még nem választottuk ki azt az embert, aki a helyszínen kerül ki, vagy kerül bele az ásók közé, ugye? Aha, nem? Jó, mindegy? De jó, igen. Jó vagy. Szóval a helyszínről is választunk majd valakit, aki áshat. Jó volt a mondat. És lehet, hogy ő lesz a legszerencsésebb, mert hogy igazából később kell elkezdeni ásni. Nem talál semmit. Valaki kezébe nyom egy kulcsot, amit a végén elfogad, rányom és nyitja az autót, de hát ugye a helyszínen érkezőket, vagy a helyszínre érkezőket se akartuk kizárni abból, hogy tudjanak ásni. Jól láttam, az ott egy mentőautó? Így van. Igen. Tömegrendezvény, ezért igen? Aztán kell. Uh-huh. Nem lettem nyugodtabb. Szóval, hogy igen, érdemes még idejönni a helyszínre. Az jó? Első 1000 ember férhet majd oda a kordonhoz, és hát azt gondolom, hogy egy 2 milliós városban nem lesz olyan nehéz megtölteni ezt a placot. Nem, tessék jönni nyugodtan. Ha minden igaz, akkor van egy kinti fülünk hangunk, de leginkább hangunk, mert hogy füle mindenkinek van, meg hallottok minket. Ott van valahol Szani Roli, és ő fogadja majd az ásókat. Rolikám, hallasz minket? Hello, jó reggel! Én hallok benneteket, mikrofon be van tolva. Hello! Jézusom, te itt áll, Roli? Mi van? Mi van, te most kertél, Roli? Hogy bírjátok ezt így kora reggel? Hát neheze, hánykor keltél, Roli? 3-kor. Honnan jársz, Kecskemétről? Vagy miért keltél 3-kor? Vagy izgultál? Nem, hát be kell ágyazni, el kell mosogatni. Nyilván. Igen, ez vagy te. Ki kell vasalni. Te sapkában vagy, Roli, most látom? Igen, igen. Itt vagyok, kicsit elrébb jövök. Itt vagyok az ásók mellett valahol. Senki nem mondta, hogy nincs lebetonozva a terület, mert akkor gumicsizmát vettem volna fel egyébként. Látom, igen. Hello, Roli. Látom rajtad, nem a természetes közeged a reggel. Szóval, hogy... Neked azért ez... Úgy szeretlek, Balázs.
Igen, hánykor feküdtél le, őszintén, tessék? 10:30-kor ágyban voltam. Nem mondom, hogy aludtam, de ágyban voltam. Hát akkor egy egészen pedáns módon. Na jó, de hát az volt a terv, hogy 9-kor bemászom az ágyba, és én majd kialszom magam, hogy legalább 6 órát sikerüljön. Nem ment. De ennyire fázol, vagy ennyire barna vagy? Vagy voltál ennyire valahol? Fázom. Tök jó színe van. Látod, kabát, tudod? Jó színe van. Hogy látod őket? Hogy bírják? Hát, jól csinálják. Ügyesek. Melyen vagyunk hát, veled, Roli? Mit mondjam? Figyelj, technikában tökéletesek. Mindenki szerintem azt csinálja, amit neki muszáj csinálnia. Á! Nagyon, Rolikám, hát ez... Próbálok felébredni. Remélem, sikerülni fog. Na, nem fáradnak. Mindenki nagyon nyomja ezeket a lapát mozdulatokat. A talicskák eltűntek, több doboz, most egy újabb doboz került elő. Hoppá, a 4-es számú versenyző talált egy kulcsot. Meg egy dobozt is, egy kulcsot is, meg egy dobozt is. Nagyon ügyes. Benne van a dobozban a kulcs. Ja. Csak mondom, hogy már egy ilyen 3-4 kulcs megvan. Egyébként persze mit sem ér, ha az összes megvan, hiszen minket is ki kell ásni. Na lényeg, tehát, hogy azért itt szépen folyamatosan úgy vannak az ajándékok erre, hogy mindig legyen erejük újraásni, nem? Uh-huh. Hogy legyen mindig inspiráló erő. Roli úgy mondta, ez nagyon tetszett, most csak egy kis személyes dolog, hogy benne van a kulcs. Szép emlékű történelem tanárom, Rabics tanár jutott az eszembe, amikor ő is így, mindig így mondta, 1542 vadon. Jani. Nem tudja. Benne Jani. Van a kulcs. Igen. Na, és ő is szerette a forradból. Csak a párhuzam véget mondod, mi? Bali, intéz már valami bögrét, mert nagyon vagyok itt fagyva, itt zima van. Hát. Nyugtasson meg a tudat benneteket, itt viszont nagyon jó idő van. Már hogy itt bennem? Igen. Itt jó idő. Ez a sok üdítő, ezek a szendvicsek, a sütemények. Hihetetlen, kapcsoljátok már le azt a hősugárzót, már nem bírom a meleget. A vágyakozó tekintettel a csomagtartóval, a Trex csomagtartóval kinéző lányok, lengén öltözve, mindegy, csak el leszünk valahogy. Na jó van, oké, Rolikám, figyeld akkor az ásokat. Jó, ha valaki nagyon lefárad, mondom meg, nyugodtan üljön le, pihenjen, nem kell itt elájulni, nem kell szívinfarktust kapni, szépen lassan. Itt jó? A mentő is, úgyhogy minden rendben lesz. Jó, a mentőket megkérjük arra, hogy negyed óránként, 20 percenként menjen oda Rolihoz valamelyikőjük, és csettintsen a szem előtt kettő. Igen. Egyébként nem vagyok fáradt, az a vicces, tehát most tök jól érzem magam, itt ilyen nagy happening van, tetszik ez, jó ez. De közben a 4-es számú versenyző fél lábú eltűnt a homokban. Semmi baj, egyébként, ha van egy kanül, akkor beadunk egy intenzívet neked. Vagy egy infúziót. Egy szőlőcukros oldatta. De inkább alkohol legyen benne. Engem szívassatok, köszi. Folyamatosan téged látunk. Oké, hogy állunk játékkal? Nem jól. Nem jól, ugye? Nem jól, azt hiszem 3-1, ha jól emlékszem. Nem áll. De. Tényleg? 3-1. 3-1. A hetet elbuktuk, az utolsó játék van ma hátra. Akkor egy szépítés? Hát így legyen. Egy szépítésre lehet jelentkezni, jó? Egészen nyugodtan. SMS számunkat mindenki tudja. 1:30-2 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 8 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Ferdinánd híd lábánál továbbra is. A Veszter mellett a parkolóba lehet jönni, mert még mindig nem választottuk ki azt az embert, aki jöhet majd ásni. És ő lesz majd a 10. ásó, úgyhogy még nem késő idejönni a Ferdinánd hídhoz. Ugye mellettünk a Veszten, mert helyszínről is választunk játékost. A helyszínről is jöhet valaki, és áshat majd. Ő benne hisz a most ásó 9 ember, hogy az új erő majd segít rajtuk. Egy picit elfogytak, nem? Ez azért kemény fizikai munka, még ez ilyen nagyobb. Kiváló ásókkal is lesz szép ásók. Igen, picit elfogyni látszanak, de ez nem baj, mert mondtuk, hogy van segítség, úgyhogy drága ásó, kitartás nektek, szépen nem kell kapkodni, ha valaki elfáradt, pihenjen. Ha úgy érezzük, hogy kicsit bajban vagytok, akkor elmondjuk, hogy hol ássatok igazából, mert most rossz helyen ástok. Jó? Tehát ha már nagyon nagy a gond, akkor szólunk, hogy menjetek arrébb egy 50 métert, mert mi ott vagyunk. És nem ott, ahol most ástok. Nyilván egyébként nem sokra mennek a sajnálatunkkal, de tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy kit sajnáljunk jobban, az ásókat, akik iszonyú melegük lehet, vagy azokat a önkedves hallgatókat, akik ott állnak a kordonnál, és valószínűleg fáznak. Hogy mi van velük? Vagy Rolit, hát hogy kicsit sajnáljunk jobban. Rolit, aki összekoszolta a fehér bálint. Én azt gondolom, hogy nem kell az ásókat sajnálni, hiszen az, hogy te eljössz ide, jól érzed magad, röhögsz, kis fizikai munka, reggel, kicsit más a reggeled, máshogy indul, ilyet azért sokan nem csinálnak. Mindenki fölkelt, megkente a gyereknek a kenyerét, beült a kocsiba, felszállt a BKV-ra, elment dolgozni, és 9.990.000 embernek ugyanúgy indult a reggele. Itt van 10 ember,
akinek viszont teljesen máshogy, és korán van, ásol egyet, kora reggel, ébred veled a nap, itt vannak veled a műsorvezetők, a kedvenc rádiót, és a végén valaki nyer egy autót, mm-hmm. nem? Tehát nem szabad őket sajnálni szerintem, hát ez egy nagy lehetőség, de ha csak nyersz 250 000 forintos utalványt, egy mint a Chevy hétvégés vezetést, meg plusz ajándékokat, azért se rossz 4 óra, nem? Úgyhogy sajnálni semmiféleképpen nem kell őket. 9 ember mondhatja azt, hogy jaj, miért ástam, de szerintem ez nem jó felfogás. Egy biztos, hogy nagyon boldog lesz. De a többi is. A többi is legyen az. Valakitől viszont ellopták az ásóját, mert kézzel kaparja a földet, szegény. Talált egy ládát közben, úgy tűnik. Te vagy igen, az, igen, igen. Te vagy. Igen, négyeske kézzel kezdett ásni, igen, de ezzel nincs baj. Hmm. Azt ne ránts meg, mert még nem hívtuk ki a tűzszerészeket. Nem, ahogy látom, ahhoz a vezetékhez az elműjön majd inkább, mert az a nullás, úgyhogy azt ne nagyon, azt ne nagyon. Mi lehet az? Ott a Roli valahol? Nincs ott a Roli? De itt vagyok valahol, itt áldig állok bent a tömegben. Hello. Már, de most könnyítés van ám, hát ez nem ér. Igen. Beindult egy hatalmas markológép, és elviszi a földet. Csak arrébb tette a földet, amit már kiástak. Igen. Segíteni akkor fog a markoló majd, ha mi fölteszünk egy kérdést, és arra jól válaszolnak. Lép már oda a négyes játékoshoz, hogy ő mit csinál négyes kézzel. Elvették az ásóját, vagy elfáradt. Nyugodtan góljátok rám is, a homokot itt vagyok. De mit csinálsz itt négy kézzel? Mi ez a vezeték egyébként? Ez ne húzd szét. A kábelt szabadítjuk ki, hogy nehogy ássuk. Ja, értem. Aha. Ő kábel. A kábel kiszabadító. Ő kézzel kiszabadítja a kábelt. Ez egy plusz feladat lesz, srácok, ezek szerint egy plusz munka. Roli, sikerült gumikalucsnit szerezned a fejésztett cipődre? Nem, most már így maradok. Koszos lesz. Én koszom. Imádom, Roli, hogy imádom. Mennyi eszed van, hogy ebben jöttél, Roli, de mennyi? Én nagyon bírom a Rolit. Kijött egy vadonatúj, csillivili, hófehér sportcipőbe. Tehát a rutin. Úgy szeretem, ha fáj. Ez az én aberrációm. Köszi. Na jól van, oké, megnézzük akkor, hogy ki a játékos. A helyszínről választottunk valakit, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Helyszíni játékosunk játszik, aki mellett már ott van, Roli. Igen, már itt áll mellettem Betty, közben pedig velem szemben a 9-es játékos, és húzd meg, és jó, nyomd rá lábbal. Másik talicskára. Hogy meg fognak verni? Annyira tetszik. Tehát figyelni azt, hogy mások dolgoznak, izzadnak, lapátolják a homokot, nagyon tetszik. Jó van, gyerekek, hajrá csak itt tovább. Betty, hello. Hello, sziasztok. Nagyon fázol, Betty, látunk ám téged, hello. Ügyesen átölelem, mert ő legalább melegít engem. Fázol, Betty? Fázol? Persze. Kicsit, mi? Mióta vagy itt, vagy mikor jöttél? 6-kor. Igen. Megnézni, vagy reménykedni abban, hogy esetleg te leszel a kiválasztott, aki áshat, vagy egyszerűen csak kíváncsi voltál, hogy mi történik itt? Mindkettő. Persze. Uh-huh. Hányra kell munkába menned ma? 11-re írtam be magam. Ó, az jó meló. Milyen meló, hogy be tudod írni magad? Gyakornok vagyok. Hát szép. Ő beírja magát. Tömény, vagy valamilyen kísérő illatot érzel magad mellett? Nagyon tömény. De ruhaték vagy. Na jó van. Azt mondtad, hogy tömény, tényleg? De jó illatú. Na. Kivel szeretné játszani? Janival. Te arra esz, vagy. Köszönöm szépen. Ez a beszéd. Pedig végre lehetett volna megint egy kis fekete kereskedelem. Igen. Azt elmondták, Roli, mert te biztos nem hallgattad olyan korán reggel. Igen, és futni is fogok, ne vegyetek ki a csapatból, ott leszek, köszi. Holnap reggel 8-kor talizunk. Rohadékok, mi nem szóltatok. Mert egyébként figyellek benneteket. Na jó van, indítsuk az órát akkor, jó? Jani játszik akkor, mehetünk, János? Hajrá! 3-2-1 és tessék! Azt mondtad, hogy parancsolj. Kérdezhetek? Persze, kérdezz nyugodtan. Milyen lent? Köszönöm szépen, rendben van minden, nagyon szép az autó, te is azért jöttél ki, hogy megnyert? Persze, mindenki azért jött. Van már otthon autótok? Még csak gyakornok vagyok, gyűjtök rá. Az mit jelent, hogy gyakornok vagy? Hol dolgozol? A magenta színű témánál. Ja. Telekommunikációs cég, ugye? Persze, mindenki ismeri. Izgultok ott lent? Picit, hogy lefagy a lábunk. Nálatok meleg van? Nincs, ott fönt. Kellőképpen hideg van, fázik az orrom. Kérd meg, hogy Roli dugja oda a sajátját.
Rendben. Jaj, de cukik vagytok. Kellemesen érzed magad Roli társaságában? Még egyszer? Kellemesen érzed Roli társaságában magadat? Persze, ki nem érzi magát. Kellemesen. No, ki nem de kár érte az utolsó másodpercekben. Roli a urája. Igen, ahogy odahajolt a Roli, akkor az megzavart téged. Kedves akartam lenni. De az is voltál. Igen. Rendben. Hát igen, az a baj, hogy még időn belül voltunk, amikor kimondtad, hogy ki nem érzi magát jól, ugye? Azt hiszem ez volt a hibás mondat. Jó, figyelj, itt voltál a helyszínen, hideg van, jöttél. Üres kézzel mész el. Így van, így van, így van. Vendégünk vagy egy teára, amíg be kell érned. Adunk egy ajándékcsomagot neked, jó? Köszönöm szépen. Jó, egy Morning Show-s Klassz FM-es kis szatyot. Rolikám, pattintsál oda akkor a kezébe majd. És most már elengedheted, Roli, szegényt, elengedheted. Hozzáfagytam, nem tudom elengedni. Most már csak úgy tudok megmozdulni, hogyha felemelem válból. A sátorban van bent alkoholos vízről, hogy rá tudod írni a bögrének az aljára teló számodat. Köszi, jól van. Közben megkapta az ajándékcsomagot a Betty. Mi van benne? Ugyanaz, mint ami szokott, ugye? Ó, igen, igen. Nagyon jó dolgok. Az igazi profi, ugye? Rögtön. Bögre. Az van benne, ami szokott, ugye? Bögre van benne, szatyor van benne. Fogalmam sincs. Igen. Nem hallottam. Egér alá tép bögre egy csomó ja, minden. Ja, persze, persze, igen. Okay. Megmutatom, ha szeretnétek. Nem, hát tudjuk, hogy néz ki. Köszi, vigyázz magadra, hogy itt voltál. Köszi, ciao, hello, sziasztok. Hello. Na jól van, drága ások, van egy jó hírünk a számotokra, jó, egy picit álljatok meg az ásással egészen nyugodtan, mindenki tegye le azt, ami a kezébe van, álljatok meg, fújjatok egyet, és most ássatok tovább. Nem. Nem. Lesz egy kis segítség majd. Jó, 7 óra után valaki ez odalép majd a Roli, és ha jól válaszol a kérdésre, akkor kaptok egy kis segítséget. Ha nem, akkor viszont nincs segítség. Ugye? Akkor nincs segítség. Úgyhogy még egy kicsi ásás, de úton a segítség, ahogy szokták mondani, van remény. Méghozzá markoló segítséget terveztünk most, ugye? Így van, de ehhez egy kérdésre helyes választ kell adni, hogyha nincs, akkor szerintem lincseljétek meg, akit kérdezett. Vagy a Rolit, vagy akit igen. kérdezett. Beszéljétek meg, hogy ki a legjobb lexikálisan, kihez lépjen oda Roli, kit szeretnétek. Tehát ez innen kezdve csapatmunka, hogy kiszólaljon meg. Ha jól válaszoltok a kérdése, akkor kaptok segítséget. 7 óra múlt, 1 perccel jövünk a hírek után. A föld alól, 4:08 múlt egy perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Jani, hello Feri! Hello! Hello drága ások, hello drága helyszínen itt lévők. Broli, mindenkinek jó reggelt! Kopogásokat hallunk, azt kell, hogy mondjuk. Ez azt jelenti, hogy a mi ásóink már kezdik elérni. Ajaj! Hát reméljük, hogy jó helyen halljuk, de hogy úgy néz ki, hogy kopogtatnak felettünk, ami még nagyon messze van, mert hogy az egész konténernek a kiáratát ki kell ásni. Tehát a felszínen vagytok, el kell menni a konténer elejéig, és ott viszont leásni a rámpáig. Feri, visszakopog. Halló, srácok, itt vagyunk bent! Légy szíves! Jaj! A tetejét már ütik a konténernek, nem rossz? Igen, drága ások, tényleg kitartás, látjuk, hogy fáradtok, nem sokára jön egy kis segítség. Nem kell kapkodni, de jó helyen ástok, már a tetőn áldogáltok, már a tető megvan, hallottuk a kopogásokat, úgyhogy ez mindenféleképpen jó. Na, azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy ez az egész hogy néz ki, ugye egy hosszú konténer van a stúdió alatt, a konténer egyik részében vagyunk. Mi ez? Nagyjából úgy néz ki, mint az üvegstúdió, de hát ugye végig most tulajdonképpen be van szőnyegezve, be van kárpitozva. Ablaktalan a helyiség. Ablaktalan a helyiség, így van. Igen. És a helység másik részében pedig, a konténer második felében pedig ott van az autó maga. Az autó ugye a Chevy Trax, ezt kell majd megtalálni, mert hogy a kiáratot kiásni, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót, és aztán szépen egy rámpán fölmenjen az autó. Itt ülünk bent hárman, se ki, sebe, se honnan nem jön senki, és... Akkor most mi lesz? és várjuk, hogy hát, hogy szépen lassan a játékosaink elérjenek minket. Úgy látom, hogy egy kis pihenés után újra erőre kaptak, nem? Mit látsz? Mintha egyeske beindult volna, heteske nagyon ás, négyeske nagyon odavág, oda néz a négyest, hogy ás. Nagyon, nincs mosoly, nincs mosoly, csak a képi erő. Csak az összeszorított foga. Igen. Ugye azt ígértük, hogy választunk a helyszínről egy játékost. Szerintem tegyük meg, már csak azért is, hogy ne gondolja azt, hogy ő csak úgy besétál majd ide 9-kor, kiválasztjuk, megkapja a kulcsot, kinyitja és elviszi az autót. Ásson ő is, meg egy friss erő, az most már lassan kelleni fog. Nem? Sokat számít. Rolikám, mi a helyzet veletek ott kint? Hello! Fázunk továbbra is, fázunk, de kell föl a nap. És mi látjuk azt, amit ti nem. A napfényt. Föl is vette a nagyméretű napszemüvegét, mondjuk arra a szemre kellett is.
Adjuk egy picit tágabbat Roliról, hogy hagyd lássuk, hogy kiállott mellette. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. Rolikám, ahogy gondolod, ott valakihez kezdjél el oda lépni, jó? És akkor... Jelentkeznek egy csomóan, most mi csinálják ilyenkor? Semmit, kicsit beszélges velük, ott áll valaki például egy táblával a kezében. Nagyon jól még mondod. Nem biztos, hogy ő a kiválasztott, nem azért, csak hogy mi van a táblám, honnan jött, mit szeretne. Nem tudom, látjátok-e, el tudjátok-e olvasni. Igen, az van a táblán, hagyjatok meg. Adj esélyt, 15 éve nincs kocsim. Szia, te ki vagy, te honnan jöttél? Hol vagyok, 60-ból jöttem. És 15 éve nincs autód? Nincsen. Vezetni tudsz azért még? Persze, van jogosítványom, tavaly újítottam meg. És szeretnél mindenképpen egy ilyen Chevy Trax-et? Olyan, persze, hát ki nem? Na jó, de hát, hogy téged választanak a srácok, vagy nem, azt nem tudom. Van itt egy másik srác, ő pedig már ásóval érkezett. Morning Show rá is van írva. Szia, te honnan? Szia, szia, Török Bálintról jöttem. Már készültem, azért jöttem ásóval, hát ha. Hát a te leszel a kiválasztott. Elfogyott volna, aztán hoztam egyet pluszba. Lesz vanásunk, hogyha esetleg téged választanak a srácok. Neked van kocsid? Nincsen, nincsen. De vezetni tudsz? Tudok. Mi a foglalkozásod? Mivel foglalkozom? Mit csinálsz? Tanulok még. Tanulsz még? Pont aha. A építőmérnöki karon, szóval még témába vágó is ez az ásás. egy jó agy kell a csapatba, bár azt gondolom, hogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól állnak, már látszik a rámpa egyharmada tulajdonképpen, tehát ezzel nincs baj. Oké, ott áll előtte egy piros kabátos lány, ő még tud beszélni, vagy annyira megfagyott már, hogy nem tud ki semmit mondani. Ki tudod nyitni a szád? Szia. Atya úristen. Jó volt. Hello. Szia, honnan jöttél? Mi a neved? Tudsz ásni meg ilyenek? Melinda vagyok, és Diósról jöttem, és igen, még képes lennék ásni. Hány éves vagy, Melinda? 24. Akkor még pont beleférsz. Van itt egy úr, aki mi viszont de? Nagyon szép felszerelésekkel érkezett. Nem tudom, látjátok-e? Egy homokozó lapát és egy kék homokozó vödő. Tehát, hogyha őt beengedjük, akkor neki mindenképpen ezzel kell. Uram, honnan? Jó napot kívánok, vagy reggelt, vagy mi ez? Jó napot, Zuglóból jöttem. Csak tudok a konténerástó készletével. Kocsi van a családban? Nincs egy előre. Foglalkozása? Egy multinacionális cégnél vagyok, karbantartom. És az unokája a homokozó szer? Tehát az unokától hoztad el? Igen, konténerásó, speciális. Jó. Mióta áldogálsz itt egyébként? 6 órától. Hú. Jó, nézzük még egy-két embert, szólíts meg róla, és akkor nem sokára ember. Választunk. Itt jó? Az úri ember frissen van borotválva? Igen. Mármint a fejed, úgy gondoltam. 5 órakor borotválkoztam. Ahhoz képest viszont elég nagy. Te is szeretnél ásni? Öröm. Nagyon szeretnék ásni, azért jöttem. Honnan jöttél, foglalkozás, hány éves vagy ilyesmi? Dunakesziről jöttem, 45 éves vagyok, és italt szállítok itt. Mikor ástál utoljára? Mikor ástam utoljára? Aha. Egy hete otthon. Kertet, házalapot? Kertet. Jó, az nem baj, ha van rutin, ugye? Tehát, hogyha valaki így szokott ásogat. Be vagyok melegítve teljesen, úgyhogy. Azért, mert olyannak tűnsz, aki ásat, nem aki ás. Nem. Fizikai munkát végzek. Fizikai munkát. Állítok, úgyhogy pakolok állandóan. Na, Roli, neked annyi. Rolikám, az biztos, hogy mi kijövünk, de hogy téged belebetonoznak majd egy újonnan épülő társasház aljába, ebben egészen biztos vagyok. Na, mi? Mondjad, Roli? Itt van még egy hölgy, igen? Viszonylag vékony, harisnya van rajta, szerintem nagyon fázik, meg egy kis nyári ruci, és egy tök szép horgolt vagy kötött sapka. Nagymamától. Nem, kaptam. Milyen szép hangja van, szeretem. Köszönöm. Azt szeretném mondani, hogy jól jönne, hogyha én is dolgozhatnék, mert akkor felmelegednék. Más mód is van erre egyébként. Roli, kérlek, tudom, hogy jó, jó az adást erre használni, értjük, de itt most az ásásról van szó. Hány éves vagy egyébként? Hogy hívnak? Mi a neved? Ilyesmi? Ugyanaz? Mazsi vagyok. Azt is szeretném mondani, hogy 23 éve nincs kocsim. Jó. 23 éve. Mazsi ügyes. Jó, mivel foglalkozol, hogy mit tanulsz, hogy mit csinál a család? Dolgozom. Ide fogok átmenni a szomszédba 10-re. De ha úgy alakul, akkor tudok tovább maradni. És szingli vagyok. Szia, Roli, ráérek. És hát tulajdonképpen bármit megtennék az autóért, Roli. Még egy utolsó srácot megkérdezhetek, van még erre idő? Persze. Itt piros kabátban az úriember azt mondja, hogy neked mi van ma? Szüli napom. Isten és ásni szeretnél. Ajaj, de még hogy? Mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Egy vállalkozó vagyok. Aha. Leginkább most ásásra vállalkozom. Ezek szerint akkor nem megy jól a vállalkozás? Hát nem úgy, ahogy kéne. De elférne egy kocsi, gyorsan eladnád. Nem adnám el, dehogy adnám. Pont jól jön a vállalkozásba, hogy járkáljak vele. Hát igen, igazából az helyzet, az autó mindenkinek jól jönne. Válasszunk akkor, jó?
Szerintem három döntőbe jutott játékosunk van már, mint így a közölmény kutatás után. Ott van a helyes idősebb úriember, aki az unoka ásó szettjével jött. Nagyon szuper, és mindannyian, akiket megszólítottunk, nagyon helyes, nagyon szimpatikusak. Ott van fiatal mérnök kolléga, aki ugye azért el kellene ide, hogy kell ásni, nem? Tehát ő, így van, ő késztervel tudna jelentkezni, szerintem, hogy mit hova kell tenni, mikor romlik, mikor nem, kell egy ilyen agy. Aztán van olyan játékosunk is, aki, hogy esetleg nem jutna be az ások közé, akkor Roli megvigasztalná. Mazsi. Tényleg így van anyakönyvezve, tehát Kovács Mazsi? Ja, valószínű, ő mondta. Na ki legyen? Én szavazok az ásós készlettel érkező nagyon helyes emberre, aki az unokájától ellopta az ásó készletet. Hát csináljuk azt, hogy a három embert egymás mellé állítjuk, mutatjuk a kamerával, hogy mi is lássuk őket lent. Felteszi Jani a nagyon nehéz kérdését. Aki először emeli a kezét, hogy ő tudja a választ, az jut be. Ne, állítsunk szerintem egy mobilringet, dobjunk be két pár boxkesztyűt. Jó, sokkal jobb, csak hosszabb ideig tart. Na, okay. Figyelj. Akkor a három döntőbe jutott, jó? Tehát kellene nekünk az ásó szettes ember, kellene nekünk a mérnökünk, aki ugye, aki nagyon tudja, közben mondom az ásoknak, ne álljatok meg, látunk ám benneteket, hatoska, ne pihenjél, tessék ásni, ott a kilences mellett, és kellene nekünk akkor Mazsi volt? Ezt a nevet nem tudom megszokni. Mazsi, ő ugye az egyszem lánya három döntőbe jutott játékos közül. Jó? Ő az egyetlen, akinek attól kell félni, hogy felszalad egy szem a harisnyája. A többiek nincsenek veszélyben. Rolikám, ott vagy? Igen, itt a három jelöltel együtt. Te mit csinálsz? Hajlongasz? Vagy bemelegítesz? Mit csináltál róla? Azt néztem, igen, mind a kettő. Azt néztem, hogy tényleg fel van-e szaladva egy szem a harisnyáján a Mazsinak, akinek szívesen leszek a tádéja. Jó, hihetetlen, Roli, este miért nem vagy ilyen vicces a műsorodban? Ott nem lehet, rászólnak. Hát egy humoros pali vagy, hát ez miért nem derül ki este? Reggelenként szoktam hallgatni a Morning Show-t, és elmegy a kedvem. Na, oké, tessék, Jani, van valami? Nem, én csak, bocsánat, csak azon gondolkodtam, hogy miért tád és miért nem malacka akar lenni Roli. Igen, tényleg. Na figyeljetek! Döntsön a szerencse, jó? Aki tudja a kérdésre választ, az mehet ásni. Próbálunk stílszerűek lenni. Tehát, figyeljetek! Egy kosárban 5 ásó van. Az ásókat úgy kell elosztani 5 munkás között, hogy mindenki kapjon egy ásót, és a kosárban is maradjon egy. Hogyan kell ezt csinálni? Na, kis tanakodás. Na, ki emeli először a kezét? Tehát van 5 ásó, úgy kell elosztani az a 5 ember között. A mérnök ember volt a leggyorsabb, nem? Mindenki kapjon egy ásót, és a kosárban is maradjon egy. Na, pont ezért hoztam ezt az ásót, hogy az 5 embernek kiosztam a kosárba levőket, ezt pedig belerakom a kosárba, és akkor maradt is. Ha, mire gondolsz pontosan? Most maradjunk a játéknál. Tehát, hogy hogy próbáld ezt megoldani? Hogyha van 5 ásod, mindegyikben legyen egy plusz, ugye? Legyen egy a kosárba is. Tehát? Mindegyik embernek adok, és egyet rakok a kosárba. Ami nálad van, ugye? Igen, mert te hoztál plusz egy ásót. Logikailag megtámadhatatlan gyerekek a dolog, szerencse, hogy nálad volt az ásó. A helyes megoldás az egyébként ugye nem ez, de most ebben az esetben, mivel van nálad egy ásó, ezért el kell fogadjuk. Igen, mondd el a pontos megoldást, Jani. Hát a pontos megoldás ez gyakorlatilag az, hogy az egyik munkás a lapáttal, illetve az ásóval együtt megkapja a kosarat is, tehát gyakorlatilag bizony, odaadod a 4 ásót, és az utolsó embernek odaadod az ásót, de odaadod a kosarat. Oké, Mazsi, neked köszönjük szépen. Beszélgess sokat a Rolival. Igen, a Roli tud vigaszt nyújtani nehéz percekben, abszolút jól kezeli a stressz helyzetet, a Roli nagyon. Nagyon jó ápol. És neked is, hogy kijöttél az unokád ásószettjével, drága vagy, köszönjük szépen. Mind a kettőtöknek természetesen adunk egy-egy ajándékcsomagot. Hogyne. Már érkeznek is a hostess lányok. Na, ifjú mérnök ember, tessék ásót ragadni, te vagy a 10. játékos, beállni, behozni a lemaradást, a többiek hadd pihenjenek egy órát, te ásol most egyedül, mert később jöttél, úgyhogy úgyhogy tessék beállni. Azt jó, hogy munkavédelmi utasítások vannak, arra azért figyelj oda, azt gyorsan elmondják, neked be kell öltözni, és akkor neki lehet esni a dolognak. Rendben, jó? Köszönöm. Oké, okay, jó ásás, szevasztok. Jó ásás. Jó ásást, ásatok. Jó ásást. Most ugye Feri felöltette ezt a gondolatot, ezt a munkavédelmi előírás történetet. Nem gondolkodtatok még azon, hogy ha már ilyen dolgokat hallottunk az utóbbi hetekben, sőt mi is foglalkoztunk nagyon sokat a témával, hogy a NAV mindenre képes azért, hogy lefüleljen bizonyos, hogy is mondjam, csak a pénzügyi és szemvédelmi szabályoknak nem megfelelően működő vállalkozásokat, hogy esetleg nem kaphatunk egy munkaügyi ellenőrzést valakinek a személyében. Ez most ez fekete munka. Mérnök ember vagyok. Arra gondolsz, hogy kiküldött valakit, és megnézi, hogy nem, hanem van egy munkaügyi ellenőrzés. Vajon tényleg van előtte? Munkavédelmi. Munkavédelem? Aláírják vajon?
Egyébként figyelj, simán kitelik tőlük. De akkor nem ennyire egyértelmű embert küldtek volna, nem? Hanem aki kicsit kevésbé feltűnő. Mert ő egy ilyen nagyon helyes, fiatal ember, vagy küldtek volna egy idős nénit, nem? Aki ilyen teljesen ártatlannak tűnik. Hát igen, gyereket. Vagy mi van, hogy még rafináltabbak, és már köztünk van az illető. Azt hiszük, hogy csapattag. Azt hiszük, hogy Roli az. Hogy Roli a mi kollégák. Rolit megvásárolta a munkavédelmi felügyelet. Na jó van. Drága ások, ígértük a segítséget, nem felejtjük el. Jó, a hírek után jövünk vissza. A legokosabbat, a legügyesebbet és a legintelligensebbet küldjétek magatok közül hozzánk. Már itt van. Mármint úgy, hogy tőle fogunk kérdezni. Jó? Egyébként kitartás, nagyon jól haladtok, ügyesek vagytok. Csak mondom már, hogy lassan a fejek lógnak már csak ki. A gödörből igazából alakulunk. Ugye itt a rámpának az útját kell kiásni, ami azért csalóka, mert az elején meglátod a rámpát, ott még gyorsan elérsz a rámpához. De ugye a rámpa lejt, és ott már egyre nagyobb távolságokat kell leásni. De haladtok. Jól haladtok, úgyhogy meg lesz ez szerintem. Nem? Azért csalóka egy kicsit a dolog, mert ők ugye most maguk mellé dobálják a földet. Tehát amit látsz kiásva, annak körülbelül a felénél vannak ők most. Igen. Amit ott látsz, hogy fejig ér, az a kidobált föld. Úgyhogy ez egy kicsit csalóka jól halad. Ezt csak azért mondom, hogy mielőtt beleélnétek magatokat, hogy 8:30-kor megyünk kifelé, nem fogunk. Na, jövünk a hírekkel, aztán jövünk a játékkal, lehet jelentkezni arra is, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Feri! Hello! Jani! Jani itt még itt foglalatoskodik a kérdésekkel mellettünk. Szóval a lényeg ugye, hogy zajlik az ásás, itt vagyunk. A Ferdinánd híd lábánál lehet jönni, 8-tól koncertek vannak, jön a Tibi, jön a Tóth Gabi, fellépnek, énekelnek, közben pedig ásóink baromira ásnak. Egészen jól haladnak egyébként, le a kalappal, tényleg. Zajlik az ásás, ugye kiválasztottuk azt a játékost, aki 10.-ként jött az ások közé, ígértük, hogy a helyszínről is választunk valakit, ő is megvan, úgyhogy tulajdonképpen megvagyunk, és hát zajlik az ásás, kicsit lassabban mozognak, kicsit fáradtabbak, elmúltak a hangok, amik voltak, ugye, valahol most vagy másolásnak, vagy egy rossz helyen, de az új erő 10-eske nagyon belehúzott, tehát 10-eske próbálja behozni azt, amit eddig elmulasztott. Nézd meg! Hát szerintem ő neki nagyon kell dolgozni, mert hogy így bejutni a játékba, tehát ide jönni a helyszínen, az első órát ellébecolni, a másik 9 ember egy órája már ás, bekerülsz ide, azért az nagyon-nagyon komoly, nézd meg, nézik is rendesen, hogy tolja, csak 10-eske. Nyomjad, tegyére! Talicskát viszont. Hoppá! Hát ő ugye félig meddig profi, mert hogy gyakorlatilag az építőiparban igyekszik majd tevékenykedni a későbbiekben, és azt tudjuk nagyon, hogy a melósok szemében, a melósok előtt csak annak van respektje, annak a diplomásnak, aki azért melózni is tud. Tervező asztal mögül, könnyen dumálunk, mi? Most már tudod, hogy működik a dolog. Ha valaki itt van a rámpán, vagy a rámpa tetején, és látjátok már a konténer ajtaját, egy kicsit dörömböljetek már be. Jaj, megmutatjuk, hogy mit hallunk, jó? Dörömbölj, jövök! Dörömbölj egy kicsit, Feri oda ment az autó mellé. Jó, és most kiabáljatok le, hogy itt vagyunk. Hát az még... Aha. Még egyszer? Lenni is maradtok. Azt mondja, lenni is maradtok. Rohadt meg, lenni. De ez a kalapálás nagyon jó. Dörömböljenek még egy kicsit, de még nagyon jó. Üssétek. Ezt halljuk itt. Nagyon jó. Ezt halljuk itt le. Ez azt jelenti, hogy jó helyen vagytok. Alakul a dolog. Tehát szépen, szépen nyugodtan ássatok tovább. A konténer teteje már egy kicsit kiló. Basszus, Feri beszorult. Nem az a baj, hanem hogy a dörömböléstől az armatúra rászakadt a sevire. Tehát egy kicsit megrongálódott a gépkocsi. Ajaj. Nem, jó, teljesen jó állapotban van. Itt van a kis trekszünk, igen, szóval halad az ásás, úgyhogy szépen dolgozhatok. Jó, ígértük a segítséget, mindig azt mondjuk, hogy mindjárt, majd most a következő órában. Igen, igen. Nagyon jól látok, tartsatok ki, mindjárt jön a segítség. Közeledik. Igen. Munkavédelmi sisak, kesztyűvédői, tajjelenléti ív, munkavállalói kis könyv, dohányzása kijelölt hely, WC, kérdezi egy hallgató. Minden van. A mi műszaki igazgatónk mindenre gondol. Igen. Jó reggelt, kinéztem ma reggel, és a Morning Show látom ás. Üdv, Lacika. Jaj, Istenem. Látom, ás. Uh-huh. Látok ott egy fiatal embert a háttérben. Napszemekben rágózik. Ásult neki.
Nagyon szigorú. Jenő, miért vagy ilyen szigorú? Látunk ám mindent, látunk. Hello! A hírek alatt itt a helyszínen... Jó reggel! Itt a helyszínen a hírek alatt levetítettünk egy filmet, amelyet még mi sem láttunk. Igen. Ez a maga az építés folyamata. A gyerekek, azt kell mondom, hogy az összes kollégánk előtt, de Horváth Gyula műszaki igazgató előtt különösen, mert minden pozícióban ő volt. Igen, igen. Ugye? Miért? Igen. Ásott, konténert rakott, irányított, szállított, markolt, amit el tudtok képzelni. Hát igen, igen, úgy látszik, hogy a maga a filmkészítés része az egy ilyen kis költségvetésű produkció volt, tehát gyakorlatilag a producer volt a rendező, a forgatókönyvíró és a főszereplő is ebben. Igen. És most nagyon Gunther Helter nézi, hogy, hogy az ő kis fiókái, az ő kis csibéi éppen hogy haladnak az ásással, de ígérjük. Ígérjük, hogyha látjuk, hogy bajban vagytok, akkor jön a segítség. Hm. Ezért ástuk el, hogy most ezek itt kiássál! Ezt a gyönyörű műszaki munkát tönkre tenni. Egyébként meg semmi baj nincs, mert ha itt maradunk, vagy lemaradunk, a Trutko úgyis hazavisz, nem? Tehát van, biztos vagyok benne, hogy csak nehogy 9-kor megjelenjen, és elkezdjen a hajamnál fogva kitépni, hogy kiszabadítalak, kiszabadítalak. Vigyázzunk arra. Átviszlek a Róna utcába, szükségünk van rá. Na, egy-két gyors közlekedés, mert attól függetlenül, hogy mi azért itt vagyunk a föld alatt, mélyen elásva, sok-sok méterrel a föld alatt, sok köbméter földdel a fejünk fölött, mi azért látjuk, hogy mi történik az országban. Hiszen hallgatóink írnak nekünk, M1-es, M7-es egyesülésénél Budapest felé egy Suzuki lekoccolta a korlátot a leállósában, és úgy néz ki, hogy a forgalmat nem akadályozza. M1 Lajta pihenőben Hegyeshalom felé rendőrségi ellenőrzés készül, Zotya küldte nekünk, valamint M7-es Siófok felé Martonvásár előtt felborult teherautó, keresztbe ráadásul az úton, a forgalom áll, szép napot mindenkinek. Bodakeszi út áll, mint ásó a vizes földben. Ez pedig kapitány írta. Gyerekek, sírásó vagyok, el kell oda egy profi, menjek, induljak? Kérdezi egy hallgató. Hát szerintem meg leszünk egyébként. Tudom, hogy ez felvételt, mert Janit láttam egy bankautomatánál, az előbb az egyenlegét nézegette, és nagyon kiabált a géppel. Azt mondja, hogy nem tudom, ti mit láttok, de mi ez a sok zsaludeszka és betonkeverő itt fent? Júj! ATM van lent Janinak, vagy ugorjak ki gyorsan a kártyájával, és hozzak egy kis készpénzt, kérdezi egy hallgató. Oké, Rolikám, ott vagy az ásók között valahol? Mellettük, jövök, mellettük. Itt vagyok. Egyébként azt nem tudjátok, de a srác, akit kiválasztottatok tizediknek, elmondhatom a nevét, hogy elmondom. Hogyne, mond. Úgy hívják neki a becsületes nevét, hogy Szerencsés Botond. Jó, de jó, és tényleg az. Bunda! Ahogy szokták mondani, in vino veritas, a név kötelező. A műveltséged. Hihetetlen, a latinom. Ugye? Így van, még mindig nagyobb penge van. Közben halljuk a kopogtatást. Rolikám, mondom neked, hogy lépjél oda az ötöskéhez, mert ha jól tudom, az ötöske volt a műtősünk, aki kiszáguldott, és közben, ha jól emlékszem, 4 gyereke van, ráadásul nincs autó, hogy van, mi van most a műtőben, ki helyettesíti, mikorra kell bemennie, vagy ma szabad napja van-e, vagy esetleg ügyeletből szökött el egy kicsit ásni, aztán rohan vissza. Hazamész, Roli? Igen, igen, itt vagyok, figyelek, jövök. Összeske jön. Itt van egyébként, ő van legközelebb a konténerhez, amiből egyébként összesen 20 centi látszik, tehát hoppá, ne ess el. Az ott egy nagy kavics, vigyáz, és a lábadra is. Tehát, hogy azért annyira ne legyetek még előre ebben a bizonyos kiásunk benneteketben, mert hogy 10 centi látszik 20 a konténerből. Ötöske, mi a helyzet a gyerekkel? Császármetsz is meg volt, rendben minden? Minden rendben volt, igaz, 8 császár volt akkor nap. Kicsit fáradt is vagyok, de hajtok és küzdök. Miért lihegsz ennyire? Hát olyan könnyűnek tűnik ez a feladat. Itt ásikáltok, jól érzitek magatokat, figyelj, süt a nap. Mi ez a lihegés? Semmi. Ma szabadnapos vagy? Már párod. Szabadnapos vagy? Kivettél egy szabadnapot? Szabadságot vagy vettem ki, igen, a mai napra. Szabadságot vettél. És amikor beszéltünk reggel telefonon 10 előtt, akkor neked aznap még 8 császárod volt benn? Igen, éjjel is volt, igen, reggelig dolgoztam szinte. Atya Isten. Folyamatosan dolgoztunk, úgyhogy... És amikor te kirohantál, mert megcsörrent a telefonodott az annál a bizonyos császárnál, akkor a kollégák mit szóltak, hogy... Hé, hát, hova igazából akkor pont egy betegcsere volt, tehát pont egyik hölgyet cseréltük a másikra. És mielőtt a rokonok odaérnek? Ott hagytam addig, és kimentem, tehát. De ez nem okozott gondot, tehát. Csókolom, fog ez még jobban is fájni, most tessék visszatartani. Jövök mindjárt. Igen. 4 gyerek van, jól emlékszem? 4 igen, gyerek, igen, ugye? Négy és nincs autó a családban. Nincs. Nincs. Hát, te is, mint mindenki. Ások keményen. Ásál, te is, mint mindenki megérdemelni. Mekkora volt a legnagyobb kisded, amit a világra segítettél? Vagy segítettetek? Hány grammos? Mekkora volt a legnagyobb?
Hát volt már 4 kiló 40 deka is. Atyaisten. Na de ekkora kis dedet. És volt olyan, akihez szívnom kellett a fodrászt, mert akkor haja volt. Én majdnem 5 kilóval születtem, úgyhogy ez a 4-20, ez mégsem, én 4-80-nál érkeztem. Olyan nagy amúgy 4 kiló 40, de elég nagy amúgy. Igen, én tudom, én 4-80-nal érkeztem. Balázs 4-80-nal érkezett, és annyi haja volt, hogy először azt hitték, hogy csak egy szőrcsomó. Igen, és anyukám mondta, hogy meg volt lepődve, mert hogy minden gyerek ilyen 10 gram, 20 gramot szopott elsőre. Én kicsit fölcsimpaszkodtam, és egy 80-as gyorsan így belántottam. 80 gramot elsőre. És Juli néni felkiáltott, a homlokom, horror! Közben ötöske reklamál, hogy sokáig feltartjuk még, mert ásna. Nem, menjen. Hajrá. Ott van valahol a heteske mondjuk? Heteske látod-e valahol? A heteske lent van a gödör legalján. Menjél le, Roli. Egy hölgy. Persze, köszi. Roli megúszós, jó, Roli jó nagyon van. Megúszós. Jó, akkor ha nagyon messze van, akkor mondom neked, hogy lépjél oda mondjuk a ketteskéhez. Már elindultam lefelé a rámpán, mindjárt ott vagyok. Várjál. Jó. Csak hogy még halljuk. Hála a jó Istennek, hogy fehér cipővel jöttem. Figyelj, Roli, az a fehér cipő az zseni. Tehát, hogy én nem is értem, de tényleg. Mert érted, én stílusos vagyok, kérlek. Én így adom elő. Igen. Kihez mentél? Ketteske? Van egy ketteskénk, meg van egy kilenceskénk, meg egy hatoskánk itt mellettem. Ketteske, kezét csókolom. Izzatnak tetszik lenni. Igen, dolgozunk rendeletlenül. Min? Lekvár főzi? Hát talán az most jobban jönne. Sikerült már ajándékcsomagot találni? Egy bögrécskét. Viszont ásót nem látok, csak taligát. Tehát, hogy le van... Tessék? Értem, le is hiszem a következő adagot. Ja, azt hittem, hogy le vannak osztva közben a feladatok, hogy van, aki ás, meg van, aki a taligát taligálja. Fogni is kell, mert lecsúszik talámpáról. Tehát elég problémás. Tehát azért összedolgozunk. Hány gyerek és hány unoka van a családban? Kettő gyerek és három unoka. Autó? Autó. Nekem autóm nincs, csak a családban van autó. És régóta gondolkoztál, vagy szerettél volna, vagy álmodoztál, hogy milyen jó lenne? Igen, mert még nekem nem volt autó, mindig csak ilyen kölcsönautók, meg ilyesmi. De jó. Unokákat beültetni hátra, és egy nagy kirándulás. Igen. És hogy hívják az unokákat? Hármaska, ötöske, kettőske. Van Biankám, Krisztián és Mátékám. Mit mondtál nekik, hogy a nagyima elmegy ásni, és ezt így nem kérdezték? Vagy igen, így, és szurkolnak. Nagyon szurkolnak, igen. Jött volna a Biankám is, de sajnos megvedekedett, lázas volt, és így nem merte várni. Annyira és izgult, érted. Otthonról szorít. Oké, akkor jó ásás neked is, jó? Trukkolunk, hogy akár te találd meg azt a kulcsot, ami nyitja az autót. Köszönöm, jó? Köszönöm szépen. Ha elfáradtál, kicsit nyugodtan pihenjél, ha van itt rokon, cserélhettek. Igyekezni fogunk, hogy feljöjjetek már a felszínre, nagyon igyekszünk. Figyeljetek, kiváló a haladtok. Hármaska, elég a Dumából, tessék tolni a taligát. Oké, Rolikám, egyelőre ennyi akkor onnan. Jó, gyere ki a fehér cipőd, nehogy megsérüljön, vagy egy kicsit hámsérült legyen, szenyom, vagy sáros, vagy bármi. Mi pedig akkor megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Olven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Olven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Zoli, hello, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hogy vagytok ott lent? Jól, köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, komfortosan érezzük magunkat, itt áll mellettünk az autó, közben halljuk a felünk fölött, hogy már itt kezdenek ideérni, ha kopácsolásokat hallottok, az az, hogy ütik a konténer, de te is valami építkezésen vagy helyen vagy valahol, nem? Így van, én Szombathelyen vagyok most éppen, és hidat építünk. A 86-os út, ahogy majd épül, mi ennek segítségére vagyunk most itt. Akkor egy építkezésen dolgozol, és neked mi a feladatod, mit csinálsz? Hát én segédmunkás vagyok, meg sofőr is vagyok. Én szállítom a munkásokat, mert egyébként Borsod megyéből valóak vagyunk. Legalábbis a cég az Borsod megyei, de a kollégáim azok több helyről. Budapesti van, Tarcoli a főnökünk. Hétvégén nem nagyon ugrasz haza, gondolom, Szombathelyről Borsodba. Hát, sajnos nem. Az egy hosszabb túra, igen. Azt írtad nekünk, hogy ne beszéljetek sokat, mert jelzi a műszerem, hogy fogy az oxigének. Igen, éppen 20%-ot jelez, úgyhogy lehet, hogy siessünk. Igen, mielőtt el fog játszani Óven bácsit. Hát, hogy finoman magadra gondoltál. Oké, Zoli, mutatjuk akkor, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Oké, próbáljuk meg. Futószárasztatja Óven bácsi Beru néni, szerintem? Nem. Iskolalovag, osztálylovaglást tanulnak, vagy mit csinálnak? Totó.
De egyébként jól lomagolnak. Jól örüli az angol nyerget egyébként. Ha még fönn van. Most látom, a lába beleakadt a kengyelbe, és a ló húzza maga és után. A hangot a feje csinálja. A dúsfűről. Hihetetlen vállalkozó kedvű család ez, hogy minden nap kipróbálnak valamit. Mutatjuk, mit énekelnek közben. Figyelj, Zoli. Oké. Húha. Ajaj, hát ez húha, igen. Megmutatjuk még egyszer, jó? Anélkül, hogy kivettük volna a bögrét, figyelj. Ezt közben kollégáim is próbálják megfejteni ezt az autóban, de úgy látom, nekik sem egy nagyon. Mutatunk egy kicsit hosszabb részletet, kivettük a bögrét, figyelj. Semmi, csak közben a markoló az autóm közelébe került, és kicsit megijedtünk. Nincs meg, Zoli? Hát még eddig nincs meg sajnos. Most fogom elbukni, lehet, hogy kicsit hamarok kellett volna születnem. Egy hatalmas klasszikus. Megmutatjuk az eredetit, hogy mi lett volna, ha így nincs meg, már nem is lesz. Figyelj! Aj, Bee Gees! Hát a... Bee Gees, hogy énekli ezt Owen bácsi? Peti vagy Owen bácsi? Nagyon tetszetős. Night Fever, ez lett volna Bee Gees-től. Nem volt annyira nehéz. Hát, sajnálom azért. Köszönjük. De azért dukolok nektek, hogy ti kikerüljetek onnan a föld alól. Képzeld el, hogy látjuk már a bejáratunkat, úgyhogy hát igazából a rámpán még nagyon sok föld van, de a konténer egyik széle már kezd felbukani, úgyhogy nagyon, nagyon jól állnak, nagyon ügyesek tényleg. Zoli, köszi, hogy minket hallgatsz. Oké, kitartás, oké. Köszi, ciao. Oké, hello. Hello. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó a tempó. Nagyon. Nem? Szépen halad. Nagyon. Tényleg. 8-kor Kassa Tibi koncert? Na most képzeljétek el. A koncert talán erős túlzás, de fellép, nem? De sajnálom, van, hogy nem tudunk kimenni. Igen? A koncertre. Akkor most nem ugyanazt érez. Itt van, amit maradtál az érzéssel. Én veled voltam, Tibi, bocs, ne haragudj. Hihetetlen magányos lehetsz, Feri. Szóval Tibi, színpadra lép nem sokára. Jó, ezt nyilván azok hallják, akik itt laknak a környéken, vagy pedig ott állnak a színpad előtt. Mi pedig jövünk a hírek után. 3 perc múlva pontosan 8 óra. 8 óra múlt pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk egy olyan helyszínen, ahol még soha nem voltunk, a föld alatt tulajdonképpen betemetve, több köbméter földdel, és szépen lassan haladnak ásaink. Mit lassan? Hát a rámpa fele készen van, látszik tisztán lefújva, leporolva, letakarítva. Közben a markoló dolgozik, de nem segít. Egyelőre nem volt szükség arra, hogy segítsen. A markoló jelen pillanatban csak a kiemelt földet teszi egy kicsit arrébb, hogy az már ne omoljon vissza a rámpára. Ásóink pihenve állnak, haladnak. Szerintem egy fél óra, 3-4 óra is egyébként megvan a dolog. Hát vagy a kaszakoncert lefárasztotta őket, még ez lehet. De... Igen. Tibi hihetetlen lelkesen nyomta. Köszönjük. Drága voltál, Tibi, köszönjük szépen. 9 órakor pedig még Tóth Gabi is érkezik hozzánk. De szerintem, ahogy látom ezt, mi 9-re kint vagyunk. Hát itt ilyen nagyon nagy ásásra még azért ugyan szükség van, de már nem olyan sokra. Nem? A fele szerintem kint van. Sőt, több, nézd meg. Igen, de most mi történik meg? Ja, hogy várják a markolót, hogy egy kicsit segítsen. Aha, tízeske, te ott ne nagyon áldogáljál, te ott tízeske. Tehát legalább csinálj úgy, mintha legalább egy kicsit próbáljásni, neked egy órás lemaradásod van. Bizony, most támaszkodunk a botra. Te ásol egy óráig, akkor sem vagy beljebb. Igen, mert ott hatoska támaszkodik, az nincsen. Hármaska ott fogja azt a kis talicskát, azzal sincsen baj. De a tízeske azért ott szépen lassan azért, hogy kezdjen el ásni. 9-e is kicsit megpihent, a 9-eske is, ugye? A legtöbb ember azért most pihen egy kicsit, elfáradtak. Hát mindegy is igazából, mi jól jövünk a dologból, mert az elásás pénzbe volt, ez meg ingyen. 10-eske továbbra is támaszkodik, 2-eske mit csinál, látjuk őt hátulról. Igen, integet és fogja az ásóját. Hát most ez egy jó alibi, hogy a Markó lépkép dolgozik, de jól állnak, tényleg. Egyébként nem tudtam, hogy ilyen gyorsan ide fognak érni. Roli, ha te tudod, hogy hány kulcs van már meg, akkor azt jelezd felénk, légy szíves. Igen, az fontos. Én nem tudom, hogy egyáltalán van-e még lent doboz, mert olybá tűnik, hogy lényegében 7 kulcs van meg, most integet a Zsuzsi. 7 kulcs van meg, 3 kulcs még hiányzik. Embereink megpihennek egy kicsit, mindenki pisi, kaki, kaja, reggeli, ilyesmi. Mi az? Csúnyát mondta? De hogy is. Nem, talán nem, egy fokkal jobban részleteztem, de nem, egyébként ezzel nincsen semmi kicsivel baj. Kicsivel több információ, mint amire szükségetek van, de hát ez is hozzátartozik. Ember dolgozik, akkor... Ezek is jönnek. Így van, nézzük egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Valaki csak annyit kérdez, kivel kell lefeküdnöm az autóért. Nekem kell. Mondja tünde. Küld képet.
Igen. Azt hiszem, most a Gyula tudja, hogy melyik kulcsa jó, úgyhogy vele. Igen, Gyulánál futnak össze a szálok. Igen. Illetve itt vagy a helyszínen, szólj a Rolinak, és akkor megpróbál segíteni. Itt vagyok, sapkában. Kicsit elaludtam, hova is kell mennem ásni, kérdezi Dodika. Üzenem a biztosítóknak, hogy nincs miért aggódnotok, mert elmondhatjátok, hogy 10 ember biztosít ás. Ja, atya úristen. De nem baj, jó atya isten. Srácok, soha nem gondoltam volna, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiója a csúcsról ilyen mélyre tud süllyedni. Puszi, Andi. 8 órától katasztrófa helyett kaszatrófa van. Igen, köszönjük szépen. Hello, fiú! Nagyon szeretnék a kisunokámnak egy munkagép makettet kikönyörögni tőletek. Imádja a markolókat. Én pedig titeket kérlek, segítsetek meglepni őt. Köszönöm, egy törzshallgató mami. Most gondolkozom, de szerintem meg tudjuk mi ezt beszélni, hogy egy ilyen kis kettes, ilyen kis, vagy egy homokrakodót, vagy egy, mit tudom, egy kotrógép makettet, vagy valami legyen az unokának, nem? Egy ilyen lánctalpas, hidraulikus kotrógép makettet szerintem tudunk intézni. Teljesen nem? Jó. És a szponzoraink jó arcot. Ha nincs a homokrakodó, akkor még akár homlokrakodót is szerezhetünk. Jani, ezt hagyjuk, ezt tegnap megbeszéltünk. Nem homlokot kell arrébb vinni, hanem homokot. Tehát a homlokrakodónak nincs értelme. Ja, egyébként igazatok van. Tehát évtizedek óta, akik a szakmában dolgoznak, rosszul fogalmazzák meg. Hol van itt egy homlok, amit a homok az van? Homokrakodó. Remélem Balázs nyugodt, lentről nem látja az égen a csíkokat. Én kértem egy periszkópot, Gyula beszerelte, 10 percenként oda megyek, felnézek az égre, és mondom, megint permeteztek. Ne csodálkozzatok rajta, hogy 4 kamerából 3 folyamatosan az eget pásztázza Balázs kérdését. Nyiss egy kicsit. Na bocsánat, csak jaj, hogy nézzük meg, hogy mi az a fehér csík, és nézzük meg, hogy mi mellette az igazi kondenscsík. Nézzük meg! Egyetek ki! Budapest felett mindenki nézzen föl az égre, és nézze meg az egyik csíkot, és az nézze meg a másik csíkot. Egy másik légrétegben megy fent, másik légréteg, aha, persze, nézd meg, szórják az alumíniumot, a rohadékok. Figyelj, egyezünk ki, mondjuk, valamit elhízek, akkor hízek az ufokban. Jó, csak jó, a lényeg, hogy, hát ha már a fene vigyel itt szóba jött ez a chemtrail, hogy a tegnapi megszólalás ott van a Facebookon is, különböző linkek, és a morningshow.hu-n is fenn van, sokáig ígértem, ugye tegnap erről beszéltünk egy órát 9 után, de visszahallgatható valaki perverzióból még egyszer, vagy ha valakit érdekel a téma először, egy hosszas vitatkozás volt tegnap 9 óra után. Figyelj, ha egyszer tényleg azon kezdek el gondolkodni, valamilyen tragikus okból kifolyólag, hogy véget vetek az életemnek, meghallgatom a megszólalást, hogy nehogy elbizonytalanodjam. Jó, előtte majd nézzek, hogy mennyi alumínium van a szervezetedben. Figyelj, Roli! Ott már ketten viszik a talicskát, akkor a baj? Vagy ott már ilyen nagyon egyéni munkamegosztás van. Mi történik ott? Mit csináltok? Kérlek szépen, én, mint brigádvezető a következő, tudom nyilatkozni a felszínről, ahol ti nem vagytok jelen pillanatban. Befejezte a markoló, pontosabban nem csak, hát kicsit közelebb ért a konténeretekhez, és embereink újra elkezdték a melót. Eddig napoztak, pihentek. Szólítsuk meg a heteskét, meg a hatoskát, ott mi a munkamegosztás? Heteske, tolják, hatos, húzzák. Hatoska, ne menj sehová, kérlek szépen. Borotvák. Tolja. Annyi, én rakom őnek tolja. Szegény. Egyébként a heteske egy nő, úgyhogy ez így pont jó. Heteske, tényleg beszélgessünk egy kicsit heteskével, vele még nem sikerült. Heteske, nyugi, állj meg, tedd le, van már ajándékcsomagod, találtál valamit? Igen, találtam egy dobozt. De mi volt benne? Tudom. Mindegy, naposztál, az előbb láttam, barnultál, ilyesmi, elfáradtál. Most már kipihentem újra, neki láttam. Heteske, kulcsod van már? Nem te tudom. De találtál te kulcsot? A dobozt találtam, csak nem mondták meg, hogy mi van benne. A kulcs az nem dobozban van, a dobozban valami szép ajándékot találsz majd, azt megkapod, de a kulcsok azok ugye különálló kis ilyen stilizált kulcsok. Igen, ám. Hány gyerek van a családban? Kettő. Kettő? Mekkorák? 13 éves és egy 16. Rosszak? Egy 60 és egy 45. És milyen autóban már, hogy hány éves, úgy értem inkább, hogy régi, új? Hát van egy 20 éves kis korzám, ami a múlt héten éppen megadta magát. Megette a kuplungpenész? Uh-huh. Hát, hengerfejes lett. Jó lenne már. Hengerfejes lett? És 20 éves. Hát akkor azért itt lenne az ideje, hogy valamit beújítsál neki. Rá. Jó, legyél ügyes, jó, heteske, próbálj meg kulcsot találni. Az sem baj, ha nincs kulcsod az ásás végére, mert akkor viszont akinél több kulcs van, ott majd azt kell elkérned, amelyik neked szimpatikus, vagy amelyiket ő odaadja. A lényeg, hogy ezt egymás között kell megbeszélnetek, hogy mindenkinél legyen egy kulcs. De lehet, hogy ez úgy lesz, hogy akinél a nyertes kulcs van, kiadja a kezéből,
és átadja a másiknak, akinél viszont nincs kulcs, úgyhogy jegyezzétek meg, hogy melyik marad nálatok, illetve melyiket adtátok oda, hogy tudjuk majd, hogy a nyertes kulcs hogy került az illetőhöz. Úgyhogy nem mindegy, hogy melyik kulcsot tartod meg, melyik kulcsot adod oda. Izgulsz egyébként, vagy már beleképzelted magad az autóba, hogy milyen lenne? Beleképzeltem. Uh-huh. Szép kis pofás autó, nem? Igen. Amikor bent voltál a regisztráción, akkor beültél a kocsiba, kipróbáltad? Beültem az autóba, de nem azt próbáltam ki. Aha. Egy másikat kipróbáltál. Oké, mennyi hetes kássá, jó? Hát, ha meglesz. Köszi. Meglesz akkor egy kulcs. Hajrá! Tízeske nagyon meg van dicsérve, próbálja behozni a lemaradást, nem? Hm. Ő nem a tízeske, csak az egyeske. Nem, a tízeske most jött fel a rámpán. Most. Jól látom, Roli? Egy kicsit meg vagy izzadva. Egy kicsit, igen. Kulcsot találtál? Még nem, csak egy ilyen fekete doboz, de az már megvan. Fekete doboz, nem volt itt semmiféle repülőgép katasztrófa. Nem, egy műanyag dobozt. Helyes, de hajts! Hajrá! Csinál, gyerünk, hajrá! Jó van, gyerekek, fáradna. Csak itt tovább. Ahogy te motiválsz, Roli. Igen, akkor hajts, gyerünk. Adjunk egy kis segítséget? Nem kell. Nem kell? Én azt látom, szívesen egyébként, lehetünk jó fejek, hogy az utolsó, de hogy a rámpának az utolsó egy métere van talán föld alatt, szerintem most van 8:45 után vagyunk pár perc, 8:45-re megcsinálják. Van az 3 is egyébként, de mindegy. Jó, innen úgy látszik, jó, ne csináld ezt, akkor 9-re vannak meg. Ez a terv. Jó, ássanak csak, ássanak. Láttad, hogy azért itt oldalt ilyen szépen így, hogy azért itt szorul a föld? Tehát oldalt azért rengeteg föld van a stúdió mellett. A konténerünk hossza az egy olyan 10, nem tudom hány méter, ez 12 mondjuk, és ugye ennek az oldala nincs annyira kimerevítve, tehát ahol rátemették a földet, ott nagyon konkrétan behorpadt két oldalról. Szerintem most már kibírja. Elbúcsúztatok tegnap a családdal, hogy kire mit hagy, esetleg van ilyenkor ilyen rituális elbúcsúzás, hogy akkor megmondod Mónikának, hogy kezelje az ügyeket, mi legyen. Gyermek, lakás, bankbetét, autóponyva. Nem, sokkal prózaibb dologra kell gondolni, én szétosztottam kettőjük között a zuhanyvizemet. És a maradék pápusztaidat. De miért nem csináltál valamit, amit nem csináltok minden este? Ja. Amikor nem vagyok otthon, akkor mindig jó, 5 liter a tied, virág, 3 anyáé. De ebbe egy hétig zuhanyoztok, teregettek és mosogattok is. Na tessék, mit hagynátok? Kire mit hagynátok? Ha most innen nem jöttünk volna föl. A héten többet. Már én annára hagytam a lakáshitelemet. Ugye erről beszéltünk, nagyon rendes voltam. Somi már bejelentette, hogy ha én költöznék, hát ezt ő ugye még nem tudja, ezt a halál, nem halál kérdést, nem is kell még neki. 3 évesen, de mondta, hogy a apa, ha te egy kicsit nem laknál itt, akkor a kék gitárodat használhatom. Hát, hogy szívem a tied. Szívem a tied. Te mit csináltál Fregolival? Kinek adtad? Vagy a húzós Fregolit? Vagy a nyitósat? Vagy most milyen van nektek? Részletre vettük, még nem a miénk. Virág ilyenkor nem mondja ilyen félviccese, hogy apa, nem jössz haza akkor. Tehát nincs ilyen? Hát, amikor így nagyon el akarok tőle búcsúzni, akkor ő általában valami egészen mással foglalkozik, és akkor jó, menjél, jó, majd gyere, szia, puszi, hello. Látod az érdeklődést a hátán, ugye? Igen, nagyon látszik, mert a feszült figyelem a tarkóján. Végre egész nap enyém a gép. Semmi izgalom nincs benne ilyenkor? Vagy mikor kiugrottál a bungee-ból, akkor se semmi? Nem, nekik már valahogy a mostani 10 éveseknek olyan magas az inger küszöbük, hogy én nem tudom, hogy minek kéne történni ahhoz, hogy őt felrázza. Nincs tiramisu! Tehát, hogy van valami ilyesmi. Ő is édeszájú? Nagyon. Igen? Nagyon. Imádja. Látszik is rajta egyébként, mert jó karban van a kis teste. Hát menjen veled futni egy kicsit. Nem akar? Nem, a Jani nem akarja. Olyan furán hangzik a te szádból. Micsoda. Holnap kifutotta volna le a 6 kilométert ördögszekérbe a Ferivel. Holnap a Ferihegy egy... De mindegy, rosszul esett, tényleg nem. De szokott egyébként sportolni, főleg álmában például tegnap. A következő történt, én azzal szoktam általában szórakozni, hogy amikor nagyon fura pózokat vesz fel otthon az ágyban, azokat lefotózom. És valamelyik nap valahol látott egy ilyen az interneten egy ilyen RSG-s kis bemutatót, ahol szallaggal ugye a lányok nagyon ügyes dolgokat csinálnak, és vetetett magának egy ilyen hosszú pálcát, egy ilyen 5 méteres szalaggal. És tegnap alvás közben egy olyan pozíciót vett föl, hogy az egyik lába egy kicsit feljebb volt, ugyanazon az oldalon, mint a keze. És beleraknom a kezébe alvás közben a szalagot.
és lefotóztuk, és voltam az anyjának, hogy reggel mutassa meg, de biztos, hogy jól szórakozott. Az anyja engem meg valószínűleg nem szeretett abban a pillanatban annyira. Ott valaki közben ládát talált, Rolikám ötöske ládát talált, jól látjuk, hogy van valami megmozdulás? Nem is csak ötöske, hanem igen? Kilenceske is talált egy-egy ládát, sőt kilenceske ki is nyitotta, nem tudom mi volt benne, mert össze-vissza vagyunk. Hát figyelj, lehet benne 50 000 forint értékű vásárlási utalvány, Trex, családi hétvégi tesztvezetés, mindenféle erekjék. Nagyon sok kulcsot minden lehet. Nem találtak, az biztos, eddig 7 kulcs van meg. 9-eske találta a dobozt, ki is nyitotta. Itt vagyok már közben a brigádom között. Mi volt benne 9-eske? 50 000 forintos a talvány. Hát akkor már nem. Akkor mindent elmondtunk. Nem tudom, lehet ezt ilyenkor? 9-eske, ez még nem menj el tőle. Itt vagyok. Jól tudom, hogy te vagy a Pék, ugye? Igen. Két gyermek, jól emlékszem? Kettő, meg igen. És két nevelt? Igen. A mindenit, 4 gyermek? Igen. Te jó is, te hogy bírsz velük? Nem könnyű. Semmi, ő elmegy otthonról kenyeret sütni, hogy bír velük. Hánykor kelsz reggel? Hát változó, valamikor 4 órakor, valamikor 3. Hát akkor neked ez most, ez a hatos ásás, hát szinte ilyenkor te már végzel, nem? Igen, most onnan jöttem munkából, igen. Te munkából Pék volt, lesütöttél X-ad a kenyeret, kiflit, és eljöttél még ásni. Így van. Azt a mindenit. De ez nagyon jó, akkor ezen a délelőtt jól kerestél, ha még ráadásul ugye megvan az autó is, akkor ugye megvolt a meló bent a meló helyeden, azért kapsz fizetést, volt most itt ez az 50 000 forintos utalvány, azért ez nem rossz. Igen, reméljük, igen, ez nagyon jó. Király lenne. Hogy vagytok, hogy bírjátok, intézünk egy kis segítséget? Hogy érzitek? Jó lenne? Úgy érzed a többiek is? Mit látsz rajtuk? Igen, jó lenne nagyon. Jó lenne, mindenki egy kicsit elfáradt, ugye? Nincs fáradtság, hajtás van, gyerünk gyerekek! Rolikál, pihenj kérlek itt a gödörbe, hát direkt kiadtam nekik a feladatot reggel, nem állunk meg. Jó, oké, okay. A lényeg akkor, hogy most sokat ígértük, de segítünk akkor a hírek után. Egy kicsit, jó? A markoló eltúrja azt a földet, amit kiástatok, és akkor ha valaki jól válaszol egy kérdésre, akkor tudunk segíteni. Van olyan hallgatónk, aki itt volt a helyszínen, megpróbált ásni, mert hogy a felesége lezavarta, konkrétan. Majd elballagott, mert hogy nem őt választottuk ki, és menni kellett a munkába, és szeretne hármasugrásra is jelentkezni. Ő Tomi volt, egyébként nincs túl nagy szerencséje. Jól van, na, ások, ásatok akkor, jó? Hármasugrásra közben egészen nyugodtan lehet jelentkezni. Nagyon fontos, igen? Kérdés, bocsánat, ne szaladjunk már túl, hogy ha itt maradunk, mi lesz a pontgyűjtőkártyával? Ja, tényleg, hát azt a pontgyűjtőkártyák, hát azok jelenleg letétben vannak helyezve a bankomnál. Szép bezárva. Ügyvédi letétben raktam? Természetesen. És a szuper szubkártyát. Most anyáz, 4 millió pont, vagy 6 millió, mennyi? Hú, nem tudom, nem számolom. Komplett Havanna már tudna csinálni belőle egy ilyen kis, nem tudom, születésnapi zsúrt, nem? Mennyinél vagy? Hát figyelj, szerintem olyan 20-30 ezer pont körül. 20-30 ezer pont? Így van, mert ne felejtsük el, hogy azért már egy nullázás, de azóta is folyamatosan gyűjtöm természetesen, annélkül, hogy egyetlen pontot is felhasználnék. Annyi nekem is van egyébként a kártyámon. Jó van, akkor majd utatásd át. Lát lehet egyébként egyik kártyáról a másikra. Figyelj, neked hatalmas veszteség lenne, ha egyszer azt mondanád a benzinkútnál, hogy pontokkal fizetett mindenki. Soha nem pontokkal. Én több ponttal fogok meghalni. 8:30 pontosan, drága ások, kitartás, jön mindjárt a segítség, egyébként kiválóan álltok. Aki elfáradt, nyugodtan pihenjen. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a föld alatt, az ásóink pedig azon dolgoznak, hogy a föld alól is elő kerítsenek minket. Mi látjuk, hogy ti hogy álltok, ti nem láttok minket, mert hogy mi itt ülünk a föld alatt sok-sok köbméter földdel még a bejárat előtt, meg egy kicsivel a fejünk fölött. Látjuk, hogy fáradnak az ásóink, látjuk, hogy egyre csüggettebben mozognak, egyre lassabban mozognak, de nem baj, mert arra gondoltunk, hogy kapnak egy kis segítséget, jó? Úgyhogy nyugodtan pihenjetek, válasszátok ki a legokosabbat, vagy gyűjjetek majd szépen Roli kölé, mert az kell, hogy közösen együtt jól megválaszoljatok majd egy kérdést. Jó? Úgyhogy leoszthatjátok úgy, hogy két ember azért ás, hát ha nem sikerül a segítséget megszerezni, 2-3 már megtalálja a Rolit, és oda megy mellé, hogy jól válaszoljatok a kérdésre. Ha jól válaszoltok, akkor jön a markoló, beletúr egy kicsit a földbe, és egy 3-4 ilyen kanálnyi földet, ez gyorsan így, hát tulajdonképpen elvesz a bejárat elől. Jó? Csak ez az kell, hogy jól válaszoljatok. Nézzük egy-két SMS-t előtte gyorsan.
Olyan jótékonyak vagytok ma rám, és rám férne egy kis szerencse. Nem lehetek a naphallgatója, vagy nem tudok bármit önként jelentkezni, vagy bármilyen erre kért, vagy tudok bármit tenni? Kérdezi egy hallgató. Vagy bármilyen márkinek valami. Baj van, gyerekek, a pék fordítva csinálja, puhán teszi be, és keményen veszi ki. Küldenétek nekem egy kávét a színpad elé? Kérdezi valaki SMS-ben. Hívjátok a Torgellét. Azt mondta akkor, hogy hagyja abba a focit, ha piros hó esik, vagy ha autók nőnek a földből. Na. Igen. Sziasztok, mindenki benneteket hallgat, suliba megyek vonattal, és amikor a Balázs mondta, hogy nézzetek az égre, a vonat 90%-a kinézett az ablakon. Ágnesku írta nekünk. Srácok, ha unatkoztok, akkor itt egy jó film, érve eltemetve. Köszi, Szabi, ezt már tegnap elküldték nekünk. A tegnapi adás óta nem lopják a kábeleket a fémgyűjtők. Valamiért mind az eget nézi, állítólag valami alumíniumra várnak. jó, ez a terelés, fiúk, az ország szeme és füle rajtatok. 10-kor meg majd bemondják a hírekbe, hogy a legnagyobb bank páncéltermét a föld alól megközelítve kifosztották. Csak azokkal az ásokkal Roli nem beszélgetett ásás közben, és őket adáson kívül sorsoltátok ki. Igen, Tomi SMS-e is itt van, akit ugye a felesége elküldött, hogy nyerje meg az autót. Most már, hogy ez nem sikerült, akkor pedig még szeretne hármasugrást játszani. Jól van, 9 óra után kiderül, hogy kinyeri az autót. Én látva egyébként azt, hogy kikásnak a nyugdíjasoktól kezdve családgondozó, tűzoltó, vállalkozó, műtős, vámügyintéző, pék. Azt hiszem, hogy tényleg mindenki megérdemli, és egy nagyon jó kis csapat jött össze. Helyesek vagytok, ha valamelyik ötök nem nyer, és erre nagy esély van, mert ugye egy ember fogja elvinni az autót, a többi nem, akkor se szabad elkeseredni. Most mondok egy ilyen kis beszédet, bár senki nem figyel, mert mindenki nagyon ás. Hogy? De hogy tényleg, szóval ez egy játék, ez egy jó mulatság, nem kell elkeseredni. Rolikám, ott vannak-e azok az ások, akik megválaszolnának egy találós kérdés segítség reményében? Senki nincs mellettem, mindenki nagyban ás. Igen, mi lenne, ha oda mennél hozzájuk, ha ez eszedbe jut. Állítsd le az ásást. Jó, nyugi gyerekek, stop, megállunk, pauze. Itt van mellettem az 5-ös számú ásóka, itt van a 4-es, a 3-as, a 9-es, a 6-os. Hirtelen megjelent mindenki. Egyébként kimondva, kimondatlanul a 6-os irányít mindenkit, úgyhogy a 6-oska lett itt a brigádvezető helyettes, mert a brigádvezető én vagyok. Nagyon szép bajuszod van. Na, jöhetnek a kérdések szerintem már, hogyha szeretnétek segítséget. Szeretnétek, hú, de meg vagy izzadva, 4-eske. Mi történt? Süt a nap melegem? Igen. Úgy meg fognak verni, de annyira. Figyelj, 6-oskát szólaltad meg, ha ő a főnök, ott áll melletted? Igen, itt van velem. Ő vállalkozó, hát ő vállalkozó, neki sok embert kell irányítani, azért fogja össze őket. Ez hogy jött? Egyéni vállalkozó tehát. Egyéni vállalkozó. Saját magamot irányítom. És te lettél ott a főnök? Most te vagy az, nem, aki kicsit így irányítasz? Nem, csak elosztottuk a munkát. Hogy látod, hogy mennyi kanálnyi mennyiségre vagy segítségre lenne szükségetek? Hány kérdést szeretnétek? Attól függ, benne akartok-e maradni? Ez mondjuk ezt egy nagyon szép attól egyébként. Attól függ, hogy akarsz-e autót nyerni. Dobjuk csak vissza. Hogy a viharban-e? Mert pat... nekem 3 kulcsom van ám. Ez egy patthelyzet, mert hogy mi nem tudunk kijönni, nektek viszont nem lesz autó. Neked 3 kulcsod van, igen, tényleg? Ez most komolyan mondod? Nem komolyan, ez így van. Figyelj, akkor mondom, hogy nagyon fontos, figyelj, mert hogy jól gondold majd meg, hogy melyik kulcsot adod oda annak, aki odajön, és azt mondja, hogy drága vállalkozó bácsi, nekem egy kulcsom sincs, adjál egyet. Mert lehet, hogy te a nyertes kulcsot fogod kiadni a kezedből, és odaadni valaki olyannak, aki nem talált még kulcsot. Úgyhogy nézd meg őket, próbáld becsukni a szemed, hívd fel a feleséged, van 3 kulcs, mondd be a számokat, adjon ő tippet, nyugodtan oda mehetsz hozzá, mert lehet, hogy nálad van a nyertes kulcs, de oda kell adnod 2 valaki másnak. Jó? Nem könnyű. Zsákban macska 10 az egyhez. Igen, nem tudom, mi a jobb, Jani, szerinted, hogyha 3 kulcsa van az embernek, vagy inkább egyet talál meg. Kiadni a kezed közül a kulcsot, nem, ami már ott volt a kezedben, és átadni másnak a nyerő kulcsot, az nem... És az a legszörnyűbb a dolog szörnyű. A világon. Igen. Az a legszörnyűbb. És akkor az ember már szinte nem is kíváncsi arra, hogy akkor most nála volt ez a kulcs, amit oda, szörnyű érzés lehet. Igen. Egy kulcs, az a jó, egyet találsz, azt lesz, az ami lesz. Igen. Mondjad, Roli! És pont Janitól kérdezitek, hogyha esetleg valami nála van, odaadja-e másnak? Teljesen nem, a Janit inkább a szerencsefaktorból kérdeztem, mert az nem az erőssége. Ő biztos odaadná a kulcsot másnak. Jó, jöjjön a segítség, jó? Figyeljetek, egy találós kérdésre kell válaszolni. Dugjátok össze a fejeteket, próbáljátok megválaszolni. Aki a legokosabb, az válaszoljon. Jani teszi fel a kérdést. Ha jól válaszoltok, akkor kaptok segítséget. Ha nem, bukjátok a segítséget, és ásni kell tovább. Így szól a kérdés. Ha 2 munkás 2 óra alatt 2 köbméter földet lapátol el, akkor 10 munkás 10 óra alatt hány köbméter földet lapátol el? Óvatosan. Tehát ha 2 munkás 2 óra alatt 2 köbméter, akkor 10 munkás... Akkor még egyszer. Ha két munkás két óra alatt
két köbméter földet lapátol el, akkor 10 munkás, 10 óra alatt hány köbméter földet lapátol el? Roli, tartsd oda, hogy tanácskoznak, hogy ezt halljuk. Matematikából mennyire vagy cukjuk? Ez nagyon egyszerű egyébként. Egy munkás, egy, tehát ha kettő, kettőt, kettő óra alatt, akkor egy, egy, egyet. Egy munkás, egy óra alatt, egy köbméter. Igen, igen. 10 munkás. 10 munkás, 10 óra alatt hány köbméter földet? De ha másról van szó. 2 óra alatt, kettő. Egy munkás. Jó. 10. Jó, csád, Roli, közvetíts, ez jó, hogy halljuk, hogy hogy tanácskoznak. Senkinek fogalma nincs róla, hogy akkor most mi legyen. De ez a tanácskozás, ez jó, ez halljuk még, ez jó. Kérdést kérdezzük még egyszer. Megvan. Szerintem az a rossz válasz lesz, de próbálkozzatok vele. Én azt mondom, hogy egy munkás két óra alatt... mennyi volt? Ha két munkás két óra alatt két köbméter földet lapától el... Akkor egy munkás két óra alatt egy köbméter földet lapától el, és akkor 10 munkás... 10 óra alatt? 10 óra alatt ennek az ötszörösét... 50-et, én azt mondom. Na, ott van! Ide király! Markoló! Jöjjön a Markoló, gyertek ki a gödörből akkor! Jött, menjünk ki a gödörből. Gyertek ki a gödörből! 50-et mondtatok, jól tettétek, vagy legalábbis 8-aska ügyesen kigondolkodta. És a Markoló elindult. Hála Istennek azért nem minden volt rendben matematikai szempontban, mert ugye azt mondta a játékosunk, hogy egy köbméternek akkor az ötszörösét, tehát 50-et. Igen. De a válasz jó volt. Igen. A végeredmény szempontjából kiváló volt. Én rengetegszer kaptam így kettest. Bejött mi? Na, hát azért jó látni, hogy jaj, van remény a szabadulással, mert azért, ahogy ez a Markoló, ez így kikap egy kanállal nem tudom mennyi földet, de nem annyit, mint amennyit egy talicskával ki lehet vinni. Na most azt valahova tegyük külön, mert azt át kéne ugye vizsgálni, hát ha van benne valami. Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ha itt ajándék van, vagy kulcsot talál, akkor azt ugye meg kell találni, ezért átszitálják majd azt a földet, amit a Markoló kivesz, hogy nehogy aztán abban is kulcs legyen, vagy valamiféle ajándék. De ezeket észre tudjuk venni. Én szerintem ez a segítség, ez jól jött. Ez kellett, nem? Viszont innen nézve, vajmi kevés. Uh-huh. Kéne micsoda? Még? Szempontotokból, ha ki akartak jönni 9 magasságában, akkor itt kellene még, nem tudom, ez a, 5. Ez a válasz, ez most adhatunk még egy párat. Tehát jól válaszoltam, most legyen egy 3-4 kanál, jó? Nyugodtan. 3-4 kanál. Azt akkor a földmennyiséget egyébként, amit a Markoló félredob, illetve amit ti is félredobtatok, a műsor után 10 óra magasságban a Roli és Kassa Tibi fogja átszitálni, hogy nehogy véletlenül. És visszatemetni is. Nehogy véletlenül valamelyik láda elkallódja. Természetesen régészeti módszerekkel, tehát ecsettel fogunk kapargálni. Úgy jön a második Markolás. Jó van, haladunk. Gyerekek, kijutunk még a végén. Jó, azért ez így jobban néz ki. Jobban Roli, néz ki. Roli, te igen? Közben átvetted a fehércipődet barnára? Jól látom? Reméljük, nem volt drága, Roli. De szennyom. Majd holnap legyen ilyen nagy a szád, amikor lefutlak. Mennyi futtok holnap? 6-ot? 6-ot, igen. Gyerekek, de mindenki egyszer, vagy váltott? Nem, ez egy váltófutás lesz, egy fél maraton, 3x6, illetve 3 kilométeres befutó sprintáv. Ala kisorsi. Nem bocsátom meg, hogy ebből kihagytatok, de tényleg. Én a múltkor láttalak téged futni, Balázs. Hát, az a mozgás. Már hol futottam? Hátul az épület mögül az autódig futottál az ajtótól, ez körülbelül 5 méter. Hú, de szép volt. De szemét. Ő nagyon jó gyorsul az elején, utána pedig egy picit belass, kicsit ilyen Ben Johnsonos. Tehát irgalmatlanul kilő a rajtgépből, utána 10 másodperccel elveszíti a lelkesedését, a termékenység után, és aztán azt mondják. A 3 kilométert ördögszekérben, fején állva pókjárásból lesétálom nektek, ez az igazság. Na jó, Roli, hogy áll a Markoló? A Markoló most éppen megy visszafelé a konténer elé, és szerintem még egy lapáttal ki fog venni. Legyen még egy lapát, persze, szabaduljunk szépen. Ez nagy könnyítés egyébként, tehát innentől kezdve szerintem most már hát 10-15 taliga, és meg vagyunk. Nagyon jó. Eredetileg egyébként két ilyen Markolónk volt, de kijött Fekete Laci is, azt hitte, hogy modell, és hazavitte a gyereknek. Hadd játszik. Igen. Na jó, Rolikám, ássatok, jó? Akkor utána enged vissza a csapatot nyugodtan, te mint építésvezető, kivitelező, nyugodtan zavarj be mindenkit a gödörbe, hogy 9 óra után kiszabaduljunk, jó? Kérlek szépen, gyerekek, holnap itt már kezdjük az építkezést, hajrá, gyerünk! Mi pedig valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A Markolós is kap ajándékot, kérdezi valaki. Ez vagy a felesége, vagy a lánya, vagy az apja, vagy ő. Látunk a kezébe, várja minden. Nem látok a kezébe. Aha, nem, ő nagyon koncentrál, ez valószínűleg nem ő írta. Igen, mi mindent látunk. Tehát ez egy olyan high-tech konténer egyébként,
mondjuk a mi hallgatóinknak, hogy az összes kameraképet látjuk, látjuk, mi történik a markolónál, mi történik fönt az égen, ha valaki chemtrail csíkot húz, vagy éppen mi történik az ásás közben, tehát mi semmi nem kerül el a figyelmünket. Adunk a markolósnak is egy ajándékot? Adjunk. Hogyne, persze, valamit, hogy nem? Olyan szépen markol. Jani, te vagy az ajándékfelelős, dob meg majd valamivel, jó? Aki sokat markol, keveset fog. Azért vagyok mérges, mert most kifogtad a vitorlámból a szelet, mert pont ugyanezt akartam mondani. Hát ez van. Korábban kellett volna kelni, aranyat leltél volna. Halló, jó reggelt! Hello, Árpi! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, mi újság van, Árpi? Honnan hívsz minket? Fehérvárról. Fehérvárról? Aha. Nem mentél regisztrálni? Mentél regisztrálni? Megadtad mentem, az esélyt? Mentem, sajnos nem hívtatok vissza, de mentem. De jó fej vagy, elmentél te is? Kétszer is. Kétszer is. Beültél a Chevy Trax-be? Kipróbáltad? Beülni nem tudtunk, mert nem találtam a szalomba, illetve nem volt ott a szalomba, de mondták, hogy ha visszamegyünk pénteken, akkor állítólag lesz. Szép kis autó, itt áll mellettünk egyébként, nem sokára kigurulunk vele. Hát nem baj, de én legalább friss levegőt szívok. Ez igaz. Megjátszol a hármasugrásban, ezt is több ezeren szeretnék minden nap, úgyhogy... Hát igen, ez is nagy szerencse. Jó, van, mi a foglalkozásod, Árpi? Szállítmányozással foglalkozunk. Fuvarozással. Megy már az EU-D, vagy akadozik még? Vagy? Hogyne, persze. Nem, hát az első hét volt az, ami húzósabb volt, de most már gördülékenyen mennek a dolgok. Gördülékeny. Jól van. Oké, na figyelj, akkor jönnek a kérdések. Jani, milyenek? Szerintem nem nehezek. Nem nehezek. Jó, így szól az első kérdés, dedikált nyakbakasztó. Mi volt a keresztneve első Mátyás magyar király fiának? János, Hunyadi János. Nem, az az édesapja volt, Korvin János. Korvin János, bocsánat, igen. De a János meg volt. A János, ez rendben volt. Mondjuk, ez nem egyszerű elsőre. Beindult elsőre, Jani, kilőttél azért. Tehát Mátyás fiát, hogy hívták ezt így elsőre, ez kemény. De Korvin János, így van. Mehetünk tovább? Igen, persze. Így szól a második kérdés. Dedikált egérpadé. Melyik sportág első magyar női világbajnoka Sastin Marianna? Elég friss. Te kérted, hogy legyenek nehezebbek. Elég friss hírről van egyébként szó. Akkor bírkózás. Többet segítettem, mint amit akartam. Egyébként így van. Menjünk tovább. Nehéz lesz a harmadik. Hát figyelj, igazából szerintem egyébként az a durva, hogy a harmadik a legkönnyebb. Tehát, hogy igen. Simán az első tettem a harmadiknak. Vágjunk bele egy játék, hát egyszer sikerül bekerülni, akkor játsszuk már végig. Szerintem ez a legkönnyebb. Hány ilyet hallottunk. Dedikált bögréért így szól a harmadik kérdés. Milyen világra szóló esemény történt 69. július 20-án? 1969. Július 20. Hát a 69 a lényeg, inkább egy világra szóló esemény. Holdra léptünk. Így van! Maga ez igen, ez 69, hát azt lehet tudni. Ember lépett a holdra. Így van. Oké, Árpi. Nagyon köszönöm nektek, hogy átadtunk. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, küldjük a bögrét, dedikálva, egérpadot, nyakbalkasztót, minden szépséget küldünk neked, jó? Köszönjük szépen, gyors kiszabadulás nektek. Ma Markoló segített, szerintem 9 után van esély kijönni. Köszi, Árpi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Mi lesz, ha estig se ásnak ki benneteket, kérdezi Csabi? Akkor besötétedik. Nekünk tök mindegy, mert itt nem látjuk, hogy éppen sötétedik, vagy világos van. 6 perc múlva pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 12 perccel. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, srácok! Hello! Gyerekek, még mindig a föld alatt. Ezt még mindig a föld alatt. Kezdek aggódni. Ezt akartuk, jó, belehasítottuk. Mi, ahogy Dán mondta Dumbernek, anno. Igazából, de hát itt vagyunk, és úgy néz ki, hogy 6-oska, 10-eske, 8-acska, 2-eske, 7-eske megpihent egy kicsit, ugye? Aló. Így van. Óra előtt kaptak egy kis segítséget, de haladnak. Bizony. Szerintem perceken belül kint vagyunk. Egyre kisebb a kerekecske, dombocska. De jó is. Mi van? 7-eske, 8-eske, 9-eske, érted csak? Kevés az oxigén, már egyébként. Maradjuk stílszerűen. kevés az oxigén. Na, oké. A lényeg, hogy hogyan állunk jelen pillanatban, itt ugye nagy dolgok történtek közben a színpadon, többek között például, ugye, ami drága Tóth Gabing volt olyan kedves, eljött, énekelt,
gyerekek, hát ő már mint mentor volt. Bizony. Igen. És szerintem egyébként ilyenkor nem közönséget kellene alapvetően odaállítani a kordon mögé, hanem a kortárs előadó művészek közül egy párat, hogy nézzék meg, hogy hogy kell egyébként bármilyen szituációban, bármilyen órában alázattal letolni néhány számot úgy, mintha egyébként tízezrek tombolnának mondjuk egy arénában előtted. Így van. Hát a Gabi ez egy tanulmány. Nagyon-nagyon rendes volt, aranyos volt, adott néhány tanácsot az ásóknak is, mint mentor. Igen. És már is mennek tovább. Rolikám, mi a helyzet? Hogy álltok kint? Kérlek szépen, el vannak anyátlanodva most már az ásóink. Fáradtak egy kicsit. Heteske itt ül mellettem, leragad a szemed. Nem tudom, sírtál is? Olyan, nem tudom. Mit csinálj? Megvigasztalnálak szívesen. Mi van veled? A kedvem az jó, szóval elfáradtam. Miért? Egy 60 kilós nő elfárad, hogy 3-4 órát ás ennyitől? Keményen ástunk. Akkor te még nem vagy anya. Gyerekek, szóljon már be valaki a Rolinak, kérem szépen, szóljon be valaki a Rolinak, hogy ne kóstolgasson olyan embereket, akik 3 órája ásnak. Szerintem nem fog szólni senki a Rolinak, csak figyelmeztetés nélkül valaki átba dobja majd egy lapáttal. És ha már a lapátokról, ha már az ásokról, ha már a talicskákról, és ha már a kesztyűkről beszélünk, akkor nagyon szépen köszönjük a Bauhaus szakáruházaknak, hogy a rendelkezésünkre álltak néhány eszközzel. Nagyon jó, köszönjük szépen. Komolyan mondom, ha te nem volnál, ki kéne találni. Ugye? Hát nem véletlen vagy te, az aki. Egy-két közlekedési hír, Rolikám, közben dolgozzatok azon, hogy mindenki jöjjünk. Jó, nyugodtan mondd meg, hogy ássanak. Itt vagyunk, itt takarítsák vagyunk. El a kijáratot, végezzék el az utolsó simításokat. Ahogy te jössz, kopogsz 3-at, akkor mi felkészülünk itt a kimenetelre, akkor jó? Tudjuk, hogy te vagy, és akkor nem nyitjuk. Úgyhogy ássatok még nyugodtan, ha kell markolóval, ha kell kézzel, gyalog, talicskával. Készüljetek, szerintem még 10 percetek van ott lent a föld alatt, ahogy így elnézem a konténert elzáró föld mennyiségét. Figyelünk nagyon, és kopogni is fogunk. Jó, ássatok, jó? Ássatok. Addig van a közlekedési híreink, hogy mi a helyzet Budapesten és máshol. Autóból mérnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. Ezt Steve küldte nekünk. Köszönjük szépen. M6-os 142-es kilométerénél Pécs irányába fotóznak, ott is menjen mindenki egy kicsit lassabban. Ezt Ági küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán én hoztam gumicsizmát, hoztam hát, ha éleszek a helyszínen a kiválasztott ásó, nem élettem, hadd legyek már a nap hallgatója. Látod, milyen hamar elárulják az ásást már egy másik trófea miatt. Ezt Henny írta nekünk egyébként. Már 70 cm mély a gödör a kertemben, de még mindig nem találtam se kulcsot, se dobozt, csak gyökerek. Remélem még odaérek, mielőtt kijönnétek, ütöm a hép sofőrjét, meg a fejét, hogy hajtson teljes gőzzel. Ferit látni akarom végre élőben. Hm? Na, nagyon drága vagy, gyere, megvárunk. Lehet, hogy itt lent, ahogy most áll az ásás, de lehet, hogy már fent. Igen. Hát az biztos, hogy ha mi kimegyünk, a Feri feje lesz két legelőször, nem? Jó, majd előre küldelek benneteket. Utána a többi részét is kigurítjuk. Darabokban. Igen. Ha nem adtok ajándékcsomagot, építek fölétek egy dombot. Üdv a Markó. Akkor viszont soha nem jövünk ki. Mi van, ha ásás közben második világháborús bombát találnak a fiú kulcs helyett, kérdezi Fanny. Hát, ha komolyan akarunk válaszolni a kérdésre, akkor ez nem fordulhat elő, mert az egész területet a tűzszerészek átnézték, mielőtt elkezdtünk ásni. Tehát ez egy rutin művelet, ezt meg kellett mindenféle szempontból nekünk lépni, úgyhogy ez megtörtént. Ha meg félkomolyan válaszoljuk, akkor ott vége a bulinak, srácok. Igen, oké, Rolikám, rövid helyzetjelentés, mi van? Nagyon lassan mozogtok, nagyon megfáradt mindenki. Készüljetek, újra teljes erőbedobással mind a 10 versenyző. Most már, hát csak le kell tisztítani ezt a bizonyos oldalfalat, ami mellett el tudtok férni ti is, illetve az autó is, úgyhogy már nincs sok hátra, 10 percetek van lent a föld alatt, és újjászülethettek ide fent a napon, a friss levegőn. 5 perccel ezelőtt is azt mondtad, hogy 10 perc. De már nincs olyan hideg fönt, nem? Próbálom tartani bennetek az életet valahogy, hát még legalább 3 órát lesztek lent. Szólíts meg egy-két ásot, hogy állnak, hogy bírják, kinél mennyi kulcs van, mit találtak eddig, hagyj halljuk őket itt munka közben. Egyeske, mi újság veled, hány kulcsot találtál? Egyet sem. Figyelj, az a legjobb, mert akkor valaki, akinél több van, az majd odaadja neked az egyiket, tehát ezzel nincs baj, lesz kulcsod, imádkozz, hogy olyat kapjál, ami nyitja az autót. Bizony, és te mindenképpen jól jársz, mert ugye lesz egy esélyed, az viszont, aki odaadja majd neked, lehet, hogy bánni fogja később, de az is lehet, hogy jól jár vele. Jó, fordítsuk már meg úgy, ez olyan kegyetlen dolog, Jani, fordítsuk meg úgy, hogy közösségi munka van, és mindenki kiás egy kulcsot. Legyen ez egy ilyen. Ki mellett vagy, Roli, közben? Itt van előttem, fordulj meg, nem látom a számodat, a 4-es számú versenyző. Egyébként most már
teljesen le vannak osztva a feladatok, tehát 4 ember ás, 6 pedig tolja a taligát, és folyamatosan mennek kifelé az utolsó talicskányi földek. 4-es kell, van kulcsod? Van. Hány? 2. 2. Egyiket el kell majd adogatnod. Jó, majd adok valakinek. Üde. Figyelj, gondold meg 4-eske, a 2 kulcsod van, lehet, hogy az egyik nyitja. Melyiket adod, melyiket nem adod, gondold át, melyik számot szereted jobban, melyik szimpatikus, fölhívhatod a párodat, kikéreted a feleséget tanácsát, adhat bárki bármilyen tanácsot, hiszen lehet, hogy nálad van az, amelyik nyitja az autót, úgyhogy 2 kulcs, az nem egy könnyű helyzet, nem lennék nyugodt. Hát én sem vagyok, majd becsukom a szememet, ezt egyiket kiválasztom. Ez is jó. Ez is egy jó megoldás. De gyerekek, ezen elmegy az autó, tehát nem kell ezt letakarítani szintisztára. A nagyját szedjétek meg, hát erről beszélek nektek reggel óta. Milyen hangja van a Rolinak? Rolikám, te héliumot szívtál, vagy megy a hangod el, vagy fáradsz, vagy mi van? Miért nem jó? De csak amikor mérges vagy, átlépsz egy másik tartományba, figyelj, kemény legyél. Na most azt látom, amit te is mondasz, hogy a rámpát takarítják, de azon de a Chevy Trax már átmegy. A bejáratot csinálják. A bejárató szedjétek el, innen górjátok kifelé, onnan górjátok kifelé, ez már itt pont jó. Ja, értem, hogy vannak itt még különböző akadályozó tényezők. A gyerekek, hát csináljátok már valamit, hát áldogáltok, nézelőttök. Mi ez? Standon vagyunk? De belőled nagyon jó építésvezető lenne, Roli. Tehát ha egyszer ezzel a rádióval lesz valami, akkor neked megvan a jövő. Tehát neked el kell menni építkezésre dolgozni. Az biztos. Hagyjátok már azt a kupaszot, hát az nem kell, már azon elmegy. Ez egy súf. Srácok, mondjátok meg a szabadítóknak, hogy siessenek, mert át kell szálljak a metróra, vagy mondjatok alternatív földfeletti Újpest városközpont az Árpád-hídhoz tartó közlekedést, mert itt tekolok a bejáratnál egy órája, írja nekünk egy hallgató. Roli, üssed, vágjad őket, nagyon kemény vagy, tetszik. Remélem, hogy ez egy építésvezető vagy vállalkozó volt. Jönnék. Igen. Sziasztok, országos lett az ásás őrület, a 31-es úton már a 4. helyen látom, hogy markológépek keresik a Trexet. Szerencsére csak Mendén okoz duót. Ez Zsolt küldte nekünk. Aztán van egy fain mérete szívlapátom, ha valaki ezt a Roli gyereket hátba akarja passzajtani. Tényleg egyébként, hogy esetleg a Roli túllőne a célon, én csak arra kérem azokat, akik majd őt inzultálni fogják, hogy csak a kezeit törjék el, a lábait nem, mert holnap mi reggel futnánk. Tényleg, te hánykor futsz, Roli? Szerintem én leszek a 3. vagy az első. Igen? 10-kor kezdődik, azt hiszem, hogyha minden jól megy, de Jani ismeri a részleteket. Még nem döntöttük el, hogy ki lesz az első és a 3., a második mindenképpen a Csabi lesz. Mert az elejét és az utolsó előttit kell meghúzni, hiszen Orsi csak zumbázni tud, futni nem. Ő lesz a 4. Azt kérdezi egy hallgató, mi van, hogyha kint már mindenki zombi, és csak a maradék 3 agyvelőt akarják megzabálni, azért ásnak. Hát egy ilyen film van, ugye? Csak az a Dead Set, és ott egy valóság. Majd én hülyének tettetem magam, és én leszek az utolsó. A 4-es metróval megyek, várjatok, érkezem, írja nekünk Fefe. Szerintem hülyeség volt lenyilazni a betemető brigádot. Igen. Nem sokára kikerül a 3-as koporsó. Ja, igen. De legalább megvan a fém koporsótok, írja egy másik hallgató. Gyerekek, nem ásni kell, locsolni. A jó mag magától is ki kell, ha kap elég vizet, írja egy másik hallgató. Fiam, te itt alszol, amikor az édesapád a kertben reggel óta vértizadva ás. Mama, most mit csináljak? Én bés vagyok. Ugye? Hát igen, ez egy nagy klasszikus, ez egyébként a Boncz Géza egy nagy klasszikusa volt, azt vettétek át, így van. Ha már a szerencsém annyira elhagyott, hogy ásni se hívjatok, lekéstem a tömegközlekedést, a barátnőm szakítani akar velem, legalább hívjatok, hogy naphallgatója legyek. Szerintem ne hívjuk. Nem? Megtörni ezt a rossz varázslatot, ne hívjuk. Hát edzett emberről persze, van szó most már. Persze. Ugye? Na jó van, Rolikám, ássatok akkor még, gyorsan zenélünk egyet, ez most már tényleg csak a végső percek, ha nem ástok ki, elkezdünk dörömbölni, aztán a Feri neki szalad fejjel, utána nyújtózkodni kezd, és kitolja a konténer tetejét. Kidobom a Trexet, érted, azzal megyünk ki, valami legyen már. Vagy mint egy klasszik horrorfilmen kidugunk egy kezet, nem Jani? Tehát valahogy most már azért szedjetek ki. De mi minden esetre zenélni fogunk, annyit kérek, hogy most én kongázhassak, Feri énekeljen, és te gitározzál. Rajta. 8 perc, szóval pontosan 9:30, remélhetőleg már a kiszabadulás pillanataival jövünk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 9:30 múlt pontosan, 4 perccel, tessék belehúzni, tessék gyorsan ásni, tessék sietni. Ne nekem kelljen befejezni. Ha nem megyünk ki, az egy dolog, hogy nem megyünk ki, mert mi nagyon jól érezzük magunkat. De nem lesz autó, ha 10 óráig nincs kint az autó, nem tud eldőlni, akkor nem lesz. Nem lesz autó, jó? A Feri már dörömböl. Én kikopogtattam, visszakopogtatnak, de csak kopogtatunk. Kopog ki? Engedjétek már ki, kakilnia kell. Na, de gyorsan, mert nagyon szorít, gyere Jani. Visszakopogta? Kopogjanak vissza? Kopog vissza.
Jó, már itt vagyunk. Most már úgy néz ki, hogy följövünk, tehát most már nincs mentség. Jó. Ha úgy érzitek, hogy megvagytok, nyílhat az ajtó, akkor nyugodtan csináljátok ezt kintről, tehát mi abszolút rátok bízzuk, hogy mikor nyílik, mikor van olyan állapotban a konténer, az ajtó, az autó, hogy kigurulhat, nyílhat, ezt ti tudjátok. Egyébként gratulálunk minden ásónak, mert brutális, ahogy ezt eltakarítottátok közel 3 óra alatt, elképesztő. Itt azért néhány köbméter föld az elment. Mondjad, Rolikám! Hölgyeim és uraim, az ismert világegyetem földnevű bolygójának felszínén 3 jövevény. Akkor kinyitjuk az ajtót, gyertek ki, befejeztük az ásást, jó? De várj, először az autó jön. Akkor először az autó. Vigyázzam, el fognak ütni. Igen, de ahhoz is ki kell nyitni. Mondjuk ahhoz is ki kell nyitni. Madzang. Igen, Roli, ügyes vagy. Figyelünk. Figyelj, nyitjuk az ajtót. Hogy hívják ezt úgy? Levegő. Levegő. Nyílik az ajtó ebben a pillanatban. Ünnepélyes pillanatok, a Balázsék a felszínre törnek. Mi sátok? Gyula segít. Gyerekek, ez már nagyon nem vicces. Világosság. Szevasztok. Hello. Hát nem mondom, hogy nem örülök, hogy végre kijutottunk, gyerekek. Istenem, kigyulladt végre! Remélem, hogy ezen a füstön át tudjuk magunkat verekedni. Mindjárt kiáll az autó, hölgyeim és uraim, az a gyönyörű kis Chevrolet Trax. Az egész ország azon dolgozott, hogy ezt most megszerezze. Több tízezren mentek el egyébként ugye regisztrálni. Mindenki adott egy esélyt, úgyhogy azért itt van hit, nem? Meg az emberek megint elmentek, regisztráltak, játszottak, úgyhogy hát igazából szívünk szerint mindenkinek adnánk egy autót, de nem tudunk. János, te vedd fel a szemüvegemet, mert a stroboszkoptól migrénes lesz. Nem hiszem el, már 2013-at írunk. Ez már nem látvány ele. De az. Ez csak arra jó, hogy migrénes. Elindult a Trax. Ebben a pillanatban egy kicsi földet letúr a Trax, tehát ajándék lesz úgy is, mint egy az eleje kicsit. És micsoda szerencse, hogy 4 kerék hajtású, mert így föl tud kaptatni az emelkedő. Azt a mindenit. De mennyire jól néz ki. És az autó kint van. Ebben a pillanatban megérkezett a felszínre. Oho, Feri, kövesd a csíkot, elég nagy füst van, semmit nem látok, de úgy néz ki, hogy kijutunk. Ez az, még egy kicsit. Békével jöttünk, földlakók. Nem bántunk senkit, hello. Úgy, kint vagyunk. Hello, nem mondom, hogy nem örülök azért, hogy kint vagyunk. Amikben voltunk, hogy elszaladt a technika repülőhelikopterek kamerával. Nézd, Jani, hihetetlen. Nézd már, szitakötő, megfogom a gyerek. Hihetetlen, kérem szépen. Hát napfénynek ennyire már régen örültem, egyébként komolyan mondom, hogy itt vagyunk kint. Hello! Sziasztok! Picit még szoktunk el a fény, bocsánat, csak azért megyünk ki lassan, mert nem nagyon látok. Hát és a füst? János, te sokszor vagy az életedben ilyen mélyen, ez neked nem egy új szituáció, nem? Na jó, hát a barát, ha a barát piszkál, az mindjárt más, hát így van, nekik azért jó egyébként, mert bármikor oda megyünk egy automatához, egy hárman, náluk mindig van apró. Na, hát itt van ez a gyönyörű szép autó, amiért először az egész ország dolgozott, ugye, hogy megszerezze, aztán ugye már csak a kiválasztott 9 ember, akihez aztán jött még egy ember, és végül 10 ember hősiesen harcolva, magát elfárasztva dolgozott, hogy meglegyen a Chevrolet Trax. Szép kis autó egyébként, nagyon megértem szép, a küzdelmet. Én még ilyen szomorú arcod, gyerekek. Nézd meg! Hát mi van? Fáradtság vagy szomorúság? Fáradtság, egyszerű, sima fáradtság. Sem. Egyeske kiesett a Pixisből. Hello, ketteske. Én is nagyon fáradt vagyok, de mert fent vagytok. Kinek van kulcsa? Nektek. Ja, hát akkor úgy már megértem a fáradtságot. A jó. Roli, merre van élmé? Itt figyelek, mögöttetek. Na, jó van, akkor ezek szerint még nem inzultálta. Oké, na, hát a helyzet az ugye, hogy szépen így felsorakoztatok, ahogy látom az egyes hozzánk legközelebb, és akkor a tízes a másik végén, jó? Úgyhogy ugye úgy volt, hogy hát mindenki hány kulcsot talál, ahhoz képest ugye szorítja majd magához. Akinek nincs kulcsa, mert hogy van olyan, akinek nincs kulcsa, az kapni fog olyantól, akinek van kulcsa, ugye? Érdekes a dolog, mert lehet, hogy akinek viszont több kulcsa van, kiadja kezéből azt a kulcsot. Valaki lője már ezt a helikoptert. Igen, és komolyan mondom. Szóval, ha valakinek több kulcsa van, akkor az lehet, hogy a nyertes kulcsot fogja valaki olyannak odaadni, akinek viszont nincs, úgyhogy akinek több kulcsa van, az gondolkozzon. No, kérlek, szépen vissza is adjuk azokat a kulcsokat, amelyeket találtatok. Mindenki pontosan ugyanazt a kulcsot kapja meg, tehát akinek van, ugyanazt a kulcsot kapja vissza, amelyet ő maga ásott ki. Van azonban néhány olyan kollégátok, aki kulcs nélkül maradt, úgyhogy már aki megkapta a kulcsát, az kezdhet gondolkozni. Akinek például 2 van, hogy melyiket adod oda, de igen, akinek 3 van. Bizony, van olyan játékosunk, aki 3 kulcsot is talált, egyébként 6-oska nagyon belehúzott, 6-oska benyert 3 kulcsot.
Van olyan, akinek kettő kulcsa van, abból többen vannak, van olyan, akinek egy kulcsa van, és vannak néhányan, akik egy darab kulcsot nem találtak. De nem baj, mert hogy ők is kapnak egyébként, úgyhogy megvagyunk. Jó? Na, nézzük akkor, hogy kinek van először is több kulcsa. Ahogy látom itt sorrendben, négyeske, Feri, lépél is akkor oda hozzám. Igen. Ugye? Te vagy a mi tűzoltók, ugye? Igen, igen, igen. Egy kicsit magadról, hogy honnan, hogy miképpen érkeztél? Zécről jöttem, és Fehérváron dolgozok a egyik cégnél, létesítményi tűzoltó egységparancsnok vagyok. Oké. Na, kettő darab kulcs van nálad, ugye? Ha jól tudom, akkor a 8-es és a 9-es. Igen, igen. Az is lehet, hogy az egyik nyerő, az is lehet, hogy egyik se nyitja, mindegy, hogy melyiket adod. De ugye, ahogy az előbb mondtam, az is lehet, hogy egy olyan kulcsot adsz oda, amivel viszont elbukod a sevit, és valaki te saját magad 4 óra ásás után autótulajdonossá teszel. Ugye? Igen. Szemét egy játék. Az de hát ez, mekkora rohadékok vagyunk. De hát ebben ez az érdekes, ugye kinek segített a szerencse találás közben. Oké, akkor nézzük meg, hogy melyiket adnád oda, például a melletted helyet foglaló 3-as játékosnak, hiszen ott van melletted, te választod, te döntöd el, amelyiket akarod, oda is adhatod, indokolhatod is, vagy csak nyújtsd át, és kívánj neki valamit. A 9-est adom. A 9-est adom. Mit mondasz, hogy használd egészséggel, ha a tiéd, vagy találkozunk adás után, ha a tiéd? Vagy elfelezzük az autót, tiéd az eleje, enyém a vége. A motor az enyém. Kasztjati. Oké, akkor 3-askának is van már egy kulcsa, ugye? Hogy érzed? Meleg? Bizsereg? Van valami? Hát jó lenne, hogyha ez lenne a szerencsés kulcs. Okay. És én lennék a legszerencsésebb. Meglátjuk. Ötöskének is két kulcsa van, ha jól látom. Igen, ugye? Igen, itt vagyok. Na, te vagy az, aki kiszabadultál a műtőből. Igen. Császározás közben. Igen. Kettő darab kulcsod van, a 6-os és a 4-es, és ugye tovább kell adnod méghozzá a 2-esnek, hogy itt sorban haladjunk. Melyiket adod? Dönts hát el a szerencse. Megmondom őszintén, én 6-ost húztam elsőnek, és én ehhez ragaszkodom két körömmel. Az volt az első. Aha. Ez volt az első. Add a másikat. A 4-est úgy adom oda, hogy megadom a számlaszámot. 5.149.000 forint. Gyerekek, az a durva, hogy cserélgetitek a kulcsot, ezt így látva kívülről nagyon kemény, mert hogy itt lehet, hogy éppen a nyertes kulcs talál gazdára. Oké, okay, azt mondja, hogy Attilánk 6-oska, 3 kulcs, ezt hogy csináltad? Igen. Ásni kellett, Balázs. Kösz, igen. Illetve aki talált kulcsot, azt ellöktett tőle. Igen. Jó helyen látom. Segített a nejed, a párod, a gyerek, mondta, baj van gyerekek, 3 kulcs van nálam, mondjatok egy számit, melyiket tartsa meg, melyiket nem adjam oda? Nem mondta még, megmutatott egy számot, de még nem mondta meg, melyiket adjam oda, vagy melyiket tartsam meg. Jó, oké. Okay. Hát szeretném... akkor... Mondjad, ha már így a sorban mentünk, akkor egyeske se talált egy darab kulcsot, se pedig ásott nagyon lelkesen. Rád bízom. Melyik nyomogatja lopják a kulcsokat? Lopják a kocsit! Roli, szállsz ki! Roli, te szemét! Hát itt vagyok mögöttetek, ne én már mindent! Hol vagy? Hello, Roli, itt vagy. Hello. Melyik kulcsot adjuk akkor egyeskének? Kell egy kis segítség. Én rád bízom. Ne, én nem dönthet. Hol az asszony? Hol az asszony? Gyere. Gyere, gyorsan odafutok hozzá. Melyiket adja oda? Hány, milyen kulcsok vannak nálad? 2, 10 és 5, melyiket tartsa meg? Melyik az a kulcs szerinted, ami kinyitja az autót? 2-es, 5-ös és 10-es. Ezzel egyébként a játékosunk lepasszolta magáról a felelősséget az asszonyra. Mit fogsz te ezért kapni? Mi legyen? 5-ös van a gyerekünk születési dátuma. 5-ös. Jó, tehát az 5-ös kulcs marad, a 10-es és a 2-es megy tovább. Az egyes számú játékosnak oda kell adnod az egyiket, és utána pedig még mondunk egy játékost neked, okay, akinek nincs kulcsa. Az 5-ös marad nála. 5-ös marad. Melyiket adod az egyes játékosnak? Kihúzza. Gyere gyorsan, gyere egyes gyorsan játékos. Egyes. Húzz ki. Ne, ez fog meg. Ott a két kulcs, onnan húzol. Abból a kettőből. Jó. Gyorsan bonyolítsuk le. Megvan, hanyas. 10-es. Jó, okay, ki a következő, akinek nincs kulcsa? Te. Akkor ezt kapod meg. A 7-es számú játékos a 2-es okay kulccsal bír. Gyerekek, itt már csencselünk a kulcsokkal. 9-eskének van még két kulcsa. Nyögje ki, hogy melyik kulcstól szabadulna, és adná oda. Tízeske nem talált kulcsot? 10-eske, a helyszíni játékos nem találták. És jó, te vagy az egyetemista, ez a szakmád. Na mindegy, hagyjad. 9-es, te is megkérdezted a feleségedet, hanyasat tartjátok meg? A 7-eset. 7-es kulcs megmaradt, 3-as a 10-eskéjé. Gratulálunk. Meg vagyunk. Mindenkinél egy darab kulcs van ebben a pillanatban. Minden egyes játékosnál egy darab kulcs. A kulcsokról mi sem tudjuk, hogy melyik az, amelyik nyitja az autót. Minden egyes játékos, az is, aki 3-at, az is, aki 2-t húzott ki, már csak egy kulccsal rendelkezik, és mi sem tudjuk, hogy melyik az a kulcs, ami ki fogja nyitni az autót. Hallod? Hihetetlen. Nem ez a csáv volt a 40 milliósban? Nem, csak elmondtam, mert ti dumáltatok. Hihetetlen, hogy ugyanúgy nyomja. Na jó, felhúztam, jó szétszettétek. Köszönjük.
Jól felhájpoltad, jól megöltük. Drága autótulajdonosok, kezdjük el akkor, vagy potenciális autótulajdonosok. Jó? Nézzük akkor itt szépen sorba, random módon, mindenkinél van egy kulcs, drukkolunk, hogy nyissa. Elsőcske, egyecske, gyere akkor te első. Egyecske, elsőcske, kicsicske, nagyocska, gyere akkor ide. Ugye nagyon-nagyon drukkolunk, megkapod a számnak megfelelő kulcsot. És még nem kell megnyomni, haladjod az autóhoz, mormolj el egy mantrát, ha nyitja, akkor már azonnal megölted a bulit, autótulajdonos vagy, a többiek szépen végignézik, ahogy beleülsz. Jó? Hát remélem kinyitja. Én is nagyon remélem. Kulcssal kell, jó? Nyomd meg azt a bicska kulcsos, úgy kipattan, okay. És akkor tedd bele. Ne tedd bele, ennek nyílnia kell a kinyitós jelre, tehát az a lakat. Tegye bele! Tegye bele! Tedd bele! Tedd bele! Jó mélyre dugd be! Úgy! Nyitja? Nem. Nem nyitja. Nem nyitja. Köszönjük az ásást! Kicsit meghat a buli. Köszönjük szépen. Vagy. Köszönjük szépen! Mindenféle ajándékokkal halmozunk el. Megérdemel egy hatalmas tapsot 4 órán ásra. Keresztül lapától. Igen. Van egy olyan ember, akinek az van a nevében, hogy szerencsés. Ő szerencsés Boton, nézzünk egy valakit a másik oldalról, jó? Gyere Boton, te ugye a helyszínről lettél kiválasztva, ide jött egy kicsit nézelőttél, röhögtél, hogy a többiek hogy ásnak. Kettőt talicskáztál, utána pedig találtál kulcsot, illetve nem, te ezt kaptad, így ugye? Van, ez egy cserekulcs, méghozzá a 9-es játékostól kaptad. 9-es játékos, ha ez a kulcs kinyitja az autót, akkor rosszul választottatok. Akkor nagyon, mert akkor boldog autótulajdonosát tetted. Az egy szomorú pillanat. Márhogy neked. Ha, neki nem. Nyilván. Botot belepróbálja. Nem nyitja? Nem. Jó? Finoman majdnem bele is töri. Értem a lelkesedést, tehát én ezt megértem, hogy az emberek egy kicsit rácsavar, hogy hátha, de ez se. Boton, kösz az ásást. Amit megtaláltatok ajándékcsomagot, az természetesen a tiétek, plusz a Chevrolet mindenkinek ad egy nagyon komoly exkluzív ajándékot. Senki nem megy el üres kézzel. Igen. Na, jöjjön akkor a kettecske, jó? Egy nagyon helyes kis kettecske ásott itt velünk egészen sokáig. Kata, hello, Kata! Hogy vagy? Kicsit fáradtam. Fáradtan, elfáradtál. Jól van, ugye nyugdíjas vagy, érsek csanádról érkeztél, regisztráltál, régóta hallgatsz minket? Igen, és inkább a gyerekeim hallgatnak, de nagy szeretettel az egész család hallgatja. No. Nagyon helyes. A 4-es kulcs van nálad, ezt te is kaptad, ugye? Ezt a kulcsot, tehát lehet, hogy aki ezt a kulcsot megtalálta, az most nagyon mérges lesz. Te meg nagyon fogsz örülni. Gyere, próbáld bele. Belenyomni a kulcsot a zárba. És jobbra. Katának remeg a keze kicsit, egészen pontosan. Valamerre próbáld elfordítani. Mit érzel? Teljesen bekéne, hadd segítsek egy kicsit. Így, bedugtam, és most jobbra-balra próbáld meg elfordítani. Kata, mit érzel? Nem tiéd. Nem tiéd. Még mindig nincs meg a kulcs. Meg van egy, van bent jó kulcs, ami nyitja? Vagy János, itt volt Mónika, tudtad? A nejed már régen valami autóval autózik. Sajnos már a mi nevünkön van az autó. Kata, nagyon sajnáljuk, drága vagy, köszönjük szépen, ez egy játék volt, így kell felfogni. Drága vagy, köszönjük, hogy minket hallgatsz. Hát egyre izgalmasabb a dolog, mert egyre kevesebben vannak már az esélyesek. Így van, na. Hát másik vége, 9. Másik vége. Jó, eddig. Ugráljunk, gyere. Gyere. Te vagy a mi drága jó pékünk, ugye? Igen, a 7-es számú kulcs, te voltál az, aki odaadta 10-eskének a kulcsot, az nem volt jó. Tehát, ha most jól döntöttél, és ez a kulcs az igazi, akkor szerencsés volt a kulcsátadás is. Gyere. Hány gyerek van a családban? 4. 4 gyerek van, te jó Isten, pékért dolgozol, 4 gyermek. Minden tiszteletem a tiéd, 4 gyerek. Tudom elképzelni, mit érzel? Nyitja? Nem, sajnos nem. Sajnos nem. Sajnos nem, de egy nagy tapsot mindenképpen megérdemelsz, és azért ne felejtsük el, hogy te is találtál egy 50 000 forint értékű vásárlási utalványt. Jó, másik oldalról jöjjön akkor, jó, aki még nem volt, gyertek. Hármaska. Hármaska, lépjél akkor ide hozzánk. Neked is egy nagyon szép foglalkozásod van. Családgondozó. Családgondozó van. Mit csinál ő? Ki jár és megnézi, hogy mi a helyzet a családoknál? Pontosan így van, igen. Akkor neked ez jól jönne. Kis terep, gondolom, menni kell olyan helyekre is, ahol egy kicsit rosszabb az út. Így van. És hallgatsz minket, hallgatod a Klassz FM-et, szeretnél elvinni egy autót. Hogy ment az ásás? Hát nehezen, nagyon elfáradtam. Elfáradtatok, tudom, sokat ástatok. Oké, na nézzük akkor bele, jó, megkapod a számnak megfelelő kulcsot. Jó. Nagyon drukkolom. Itt azt gondolom, egyébként minden jótok megérdemelni, tehát nincs, hogy ki jobban, ki kevésbé, mindenki megérdemelné, dugd bele egészen nyugodtan. 4-eske cserélte ezt a kulcsot. 4-es adta oda 3-asnak a 9-est. Ha most nyílik, akkor utalhatsz. Akkor a 4-eske egy nyerő kulcsot adott a 3-asnak. Ez tényleg, hogy Feri is, hogy ezt te adtad oda. Na nézzük meg. Nyitja? Ez se nyitja.
Jani, egyre gyanúsabb vagy tényleg. Tehát itt valami, valami nem stimmel. A végén futnom kell. Tehát négyeske adtad a hármasnak az egyik kulcsot, nem nyitotta. Hát akkor nézzük meg szerintem, hogy négyeske mit tartott meg, hogy, hogy az nyitja, ugye kettő darab kulcs volt, ebből egyet odaadtál. Gyere, ugye te tűzoltóként dolgozol, azt mondtad, ugye? Honnan érkeztél? Zircre és Székesfehérváron dolgozok a tűzoltóságon. Tűzoltóságon dolgozol. Uh-huh. Gyerekek száma. Kettő. Nagyon szép teljesítmény. És nem volt nehéz már a szabadságot kivenned, hiszen te vagy a főnök. Igen, elrendelted, hogy ne legyenek lakástüzek. Jól van, család többi tagja is bement regisztrálni, egyedül mentél, hogy mindenkit belögdöst, hogy tessék gyerekek, tessék menni, meg kell lennie, hát ha meg lesz. Csak egyedül mentem, éppen úton voltam és beugrottam. De nyugtass meg, hogy nem oltásra mentél. Gyerekek, regisztrálok, majd megyek. Tocsoljátok, bővízzel. Igen, van a Klassz FM, ez a játék, mennem kell gyerekek, a Balázsik mondták, menjünk regisztrálni. Jó, mióta vagy tűzoltó? Most 5 éve vagyok a Székesfehérvár, amúgy 13 éves korom óta. 3 és kerodott, de azt gondolom, még az általad megnyújtott pajta tűz, nem? Amit csináltál, és akkor utána az egy önkénteskedés. Persze, értem. Jól beállták a haverokkal is. Igen, az egy másfajta oltás volt. Oké, na, hát drukkolunk akkor neked is. Egyelőre nincs kulcs, ami nyitotta volna. Te cseréltél egyet, egy kulcsot megtartottál, dugd bele óvatosan, mondd, hogy mit érzel, tartjuk a mikrofont. Jó? Hoppá! Péter Zircről! Oh, nagyon boldog vagyok. Mondjad bele, Peti, mi van? Nem tudom. Nyertem! Kettő darab kulcs, ebből az egyiket odaadtad, és a jó kulcsot tartottad meg, pedig te cseréltél. Igen. És megtartottad a jó kulcsot. Na, hát figyelj, az a helyzet, hogy a Chevrolet Trax akkor csak rád vált, ülj bele egy kicsit, puszíld meg, simogasd meg, lehelj bele, vedd igénybe, Feri beül melléd egy kicsit, hogy milyen érzés, hogy tetszik az autó. Üzenj valamit a többi játékosnak, ha szeretnél. Nem volt vetek dolgozni. Azt hittem azt mondtad, hogy kösz, hogy kiástátok, skancok. De édes vagy. Teljesen bekorát ugrott. Na milyen? Nagyon jó. Már kipróbáltam a kereskedésbe is. Nem gondoltam, hogy ez az enyém lesz egyszer. Ah, nagyon állat. Kár, hogy nem piros, de... Persze, persze. Jól van. Az nem is van autó a családban, vagy nincs autó? Van, igen, egy 14 éves. Egy 14 éves, ó, de jó, hát akkor azt gondolom, itt mindenhova jó helyre ment volna, de nálatok is jó helyre megy. Finom, jó benne ülni? Nagyon. Nagyon klassz. De most még az ásás miatt lihegsz, vagy az izgalom? Hát én már nem tudom. Szerintem az izgalom. Péter, gratulálunk neked, nagyon-nagyon ügyes vagy, Chevrolet Trax. Használd egészséggel, sok örömöt kívánunk az autóhoz, egy nagyon jó kis autót kaptál meg. Úgyhogy sok-sok boldogságot és tényleg örömteli használatot kívánunk neked. Jó? Na mit látsz még bent, Péter? Nem tudom, minden. Család hallgat? Itt vannak. Itt vannak, tényleg? Itt vannak a közelben. Hol vannak? Hol a család? Ott a család, gyerek, mindenki, hát egy pillanatra. Hát ez egy szerencsés ember, bent ül az autóba. Ti is beszállhattok majd? Remélem, igen. Mekkora a pici? Hello. Ő 4 éves lesz. 4 éves. Papa megnyerte az autót, csak mondom, finoman ásott egy kicsit, aztán elvitt egy autót. Mindig ilyen szerencsés egyébként? Hát sajnos nem. Sajnos nem. Tehát ez egy különleges alkalom. Ez egy alkalom. Igen. De jó. És bement ugye hirtelen. Érezted, hogy meg lehet? Vagy mondtad, hogy jó, bementél, de szerintem úgyse lesz meg. Biztunk benne. Biztatok benne. Hát csak úgy lehet. Régóta hallgattok minket? Régóta hallgatjátok a Klassz FM-et? Igen. Nagyon helyes. Sok boldogságot akkor nagyon nektek. Köszönjük. Jó? Használjátok egészséggel. Cicabogyó, tetszik a kocsi? Igen. Tetszik neki. Oké, na megvan akkor tehát a játék. Figyelj, telefonnál már arcoskodik. Nézd mi meg. Van? Figyelj. Ki hív? Figyelj. Kollégák. De ők hívtak, vagy te tárcsász? Ők. Hallgatnak Zircen a tűzoltók, tényleg? Fehérváron. Az egész állomás most hallgat minket, hogy megvan az autó. Egy létesítmény tűzoltóságnál vagyunk, és így az állomány. És mit mondtak, hogy hello, Petike, gratulálunk, nagyon jó vagy? Nyertél egy autót, igen. Mondjuk ez szerintem azért neked is feltűnt, de jó. Oké, király. Üdvözöljük őket, mondd meg nekik, jó? Igen. De most mi? Újabb hívás van? Add ide, ki az? Mondja. Kolléga, ne szórakozzál, majd visszahív, adásban vagyunk, menjetek tüzet oltani, gyerekek, azért mindennek van egy határa, szevasztok, hello! Csókoltatjuk őket is. Na jól van, oké. Megvan tehát az autó nyertese, Péter még itt egy kicsit barátkozik vele, mindenkinek köszönjük, aki bement, mindenkinek köszönjük, aki ásott, tudom, szegények, hát ez nektek a legkönyörtelenebb, mert nemhogy nem nyertetek, végig kell nézni, hogy őrül, tehát ennél nincs szadistább játék, azt gondolom, de hogy nagyon helyesek vagytok, gratuláljátok neki, ide jöttek gratulálni, megnyerhettétek volna, így van.
Cserébe viszont a ruhát kimosva kell visszahozni. Na, és akkor nagyon-nagyon-nagyon így a végére lezárva csak néhány mondat, ugye rengetegen dolgoztak azon, hogy ez a dolog elkészüljön. Ugye még már egy 3-4 perces kisfilmet, ami még ugye a kijövetelt nem is mutatja, láttuk, irdatlan mennyiségű munka volt ebben, hogy ez a konténer, ez az autó a föld alá kerüljön, hogy Ferit beemeljék. Köszi szépen, tegyél még rá, van még benne. Úgyhogy nagyon sokan igen, dolgoztunk. Igen, bekatéterezzenek, hogy kivezessük a pisit. Igen. Szóval volt egy-két szponzorunk, akik nélkül, ahogy szoktuk volt mondani, ez nem jöhetett volna létre. Nagyon szépen köszönjük, hát elsősorban az autót a Chevrolet-nak, aztán a helyszínt és a sok-sok ajándékot a Westennek, a Huntraco volt a Class FM logisztikai partnere, a Huntraco ZRT a Caterpillar építőgépek hivatalos hazai forgalmazója, akik ástak egyrészt ugye be a konténert, aztán egy kicsit ki, a Bauhaus szakáruházak János, ahogy ezt mondta, taliska ásó kesztyű, ami csak kellhet ehhez a dologhoz, és az együttműködő partnerek voltak még a Container.hu, az Event Audio és a LivePoint. És hát ahogy szoktuk mondani, minden munkatársunknak drágák voltak, köszönjük szépen, Gyulát megcsókoljuk, hogy nem maradtunk bent, a többieket megcsókoljuk, hogy lemehettünk, úgyhogy tényleg sokan dolgoztak a rádióból is ezen. Köszönjük szépen Gáboréknak is hátul mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük a külön biztonsági őrzés Szani Roland kollégán. Ami Száguldó riporterünk, egy nagy tapsot Szani Rolandnak. Amit gyakoroltunk, jó? 1-2-3. Menjetek, ahova gondolom! Hihetetlen. És természetesen az eseményekről senki nem maradt le, mert azokból a dolgokból, amik lent a föld alatt történtek, meg amik a felszínen, egy kis filmet fogunk összevágni, amit majd megtekinthetek a videó megosztó portálokon. Polgár Peti ezen a héten kimarad, de ez csak neki fáj, úgyhogy hétfőn pótoljuk. Hétfőn természetesen pótoljuk. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönjük, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hello!